Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 19 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani. Szia Bali. Hello Jani. Szerzsőr. Jól van. Na, hát sziasztok. Jaj, te hát most úgy megjömöszölnének. Jaj, te. Na mi van? Hát igazából az van, hogy kedves hallgatóink, elmondtuk, de amúgy sokat hallhatták már különböző reklámblokkokban, Ferencünk ma nincsen, mert hogy élőben fog jelentkezni a CAK birodalomból, és mindenféle titkok, érdekességek, fantasztikus dolgok a pincéből. Nem is hinnétek, mennyi látnivaló van itt rovatunk. Hát tényleg nem. Őrület, Amerika. Amerika lesz. Igen, Feri ma nincsen, kint van a múzeumban. A Piros Keresztes Múzeumban, így fogjuk mondani, de nem a Vörös Kereszt Múzeumában van. És onnan jelentkezik, riportokat készít, pezsek, fürdik, de tényleg nem száguld, is hinnétek, mennyi minden van. Rohan, tehát hihetetlen egyébként, úgyhogy úgyhogy Feri ma nincs, de mi vagyunk, itt vagyunk, és álljuk a sarat. Itt vagyunk a gáton. Így van. Már előre sajnáljuk Ferit, hogy hogy fogja tudni hazacipelni azt a rengeteg gömblaküveget, amit majd a kezébe tolnak kifelé jövet. Kaptam egyébként tegnap egy nagyon jó receptet, és ezt a hétvégén meg is fogom csinálni, illetve nem, de a vasárnap szerintem nekiállok, mert nagyon izgatja a fantáziámat. Ez egy kedves hallgatónk írta, hogy ennek a bizonyos cégnek az egyik termékével, az ő kurrens és legismertebb terméküknek a szilvás változatával érdemes a tiramisut megcsinálni. Szilvás tiramisu? Igen. Hát a kettőtől külön-külön is hányok, de együtt aztán meg... Nem mondd már. Ne, a tiramisut szeretem egyébként. Az nagyon fincsi. És akkor ezzel a szilvás gyomorkeserűvel ezzel megbolondítjuk egy picit majd. De hogy a alkohol teszel a tiramisuba? Igen. Hát akkor a gyereket kilőtted ezzel. Tessék? A gyereket kilőtted. Persze, nem? Jól fog aludni. Már úgy kilőtted, ja, igen. Hogy végig aludsz majd a karácsony. Nem, hogy miket mondok, még én is bekerülök a újságba. A Vadonjani leütetje a gyerekeit karácsonykor. Jaj, nem csak egy van. Igen, hát illetve egy van nálatok, ki tudja. Igen. Hová szórtad még régebben, igen. Szóval, hogy szívás tiramisu, nem tudom nálunk mi lesz egyébként. Most valahogy úgy senki nincs állva az újításokra, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, mi mivel készülünk egymásnak. Házi lesz? Valamilyen házi termék? Házi cukrászi termék? Házi, van gatyámban házi. A legjobb házi, hallod? Persze, nem, hát főz anyukám is, meg Viki anyukája is, de hogy nem tudok ilyen nagyon nagy újításokról. Tehát most nem, nincs az a nagy kísérletezés. Anyukám sem mondta, hogy na figyelj, most valami olyat próbálok ki, hogy most akkor nem tudom. Meg anyósom sem mondta. Bájglit se csináltok? Nem tudom. Kérdés, hogy ugye mit mond erről Norbi? Bájgli. De bejgli lesz, tehát lesz a cukrászati értelemben, mert igazi klasszikus bejgli, ami bejglinek hívható, az lesz. Gesztenyés és mákos, vagy diós? Diós és mákos. Én a gesztenyés és bejglit utálom. Meg a marcipános bejglit se szeretem. Ezt hogy... tudod, miért van egyébként? Mert a jó gesztenyés és bejglit, vagy bejglit elég ritkán lehet kapni. Az azért van, szerintem, mert ugye előre legyártják a nagy részét ezeknek a bejglitnek, illetve bejglitnek, és a gesztenyés az kiszárad. Ha igen, meg én most kicsit ábrándultam ebből a gesztenyéből, most így látva ezt a gesztenyem masszabbal hét, mert egyébként ugye hát jön a rovatom. Hát most jut az eszembe, hogy majd jönnek az elmentes percek. Elmentes percek lesznek, és megint leigázzuk az élelmiszeripart, a csalásokat, az átvágásokat, megvédjük a vevőket. A gesztenyéről is szó lesz? Velük harcolunk. Igen, a gesztenyéről is szó lesz, és arról, hogy higítják a gesztenye masszát, meg hogy milyen más egyéb átverések vannak az élelmiszeriparban. Mit mi helyett helyettesítenek, mit mi helyett tesznek be, miről mit mondanak, és közben mi nincs benne. Vagy miről hazudják, hogy gyümölcsös, és közben mivel helyettesítik. Tehát erről is fogunk beszélni. Meg a bejglikről. Tehát, hogy mitől bejgli a bejgli, mi az, hogy mákos tekercs, diós tekercs, mi kell bele, milyen dolgokkal mondhatják, hogy bejgli, miközben nem bejgli. Hát régen ugye mindenkit átvertek a hiperekben. Nem mindegyikben, de sok hiperben vertek át. Úgy embereket, hogy ráírták, hogy bejgli. Aztán nem volt benne ennyi cukor, nem volt benne annyi dió, folyamatosan verik át a fogyasztókat. Ez arra érdekes egyébként, akkor ezek szerint de már nem sokáig.
már szabályozzák azt is, hogy meghatározzák azt, hogy miből mennyi mennyiségnek kell belekerülni, milyen alkotórészből, ahhoz, hogy annak lehessen nevezni a terméket? Igen. Jelesült beiglinek? Így van. Hogy mikor tudod beiglinek hívni. Tehát te kisporolod belőle a cukrot, és nem teszel bele eleget, akkor azt már nem hívhatod beiglinek. Mert annak kellő mennyiségű cukrot kell tartalmaznia, hogy ne tud kisporolni. De ugyanannyi diót, ez csomó minden. Tehát, hogy a nagymama sem mondhatja majd azt, hogy hát csináltam nektek egy kis friss beiglit, hanem azt mondja, hogy hát elneveztem Marcsi Szupcsinak, mert különben. Hát tulajdonképpen az van, most bárhol Marcsi Szupcsi. Igen. Erzsi néni mama kedvence. Igen, ma. Na itt a mama kedvence. Jaj, de jó, beiglit csak. Nem beigli! Nem, mert most úgy van, hogy bárki ezt beiglinek hívja, és tízben elég cukor, jönnek a tekesek. Berongyolnak az ablakon, és... Egy Remingtonnal lerobbantják az ajtóról a zsanérokat, a plafonba belevágnak egy lyukat, lecsúsznak rajta kötélen, és hogyha szerencséjük van, akkor egyikük sem sebesül meg a saját fegyverétől. Igen. Igen. Nem lövik le egymást tulajdonképpen. Úgyhogy... De hát otthon nyilván lehet mondani, tehát otthon nincs ezzel baj. Otthon lehet, csak már hiperekben nem írhatod rá. És az jó, hogy azért elkezdődött ez az erős fogyasztóvédés és fogyasztóvédelem. Ez nagyon jó dolog, azért most már tényleg nem tudnak mindent lenyomni a torkunkon. A rovat után meg pláne nem. Mert jön a harcos társam, és ketten harcolunk. Fényt viszünk az éjszakába, ketten harcolunk tovább. Hol van a tábornok? Itt vagyok. Jó, hát kívánom. Tóth Gábor, én remélem, hogy mérnök vagyok. Hát nem lehet mindenki jó, hát nem, ő egy ilyen ötjek, egy ilyen csendes tisztogató. Egy csendes kisiparosként dolgozik. Mi újság egyébként? Minden a legnagyobb rendben van. Tegnap elég sok időt foglalkoztam azzal, hogy kedvenc sorozatomnak az utolsó négy részét összeegeztem olyan állapotban, hogy Zsül is megnézhesse, és ezzel egy kicsit este elment az idő. A Walking Dead-nek az utolsó négy részéről van szó. Úristen, de jó. Belenézegettem. Egyébként a fanok azt mondják, hogy az utolsó, a fél évad záró rész, a nyolcadik, ugye a negyedik évadból, az mindent felülmúl, ami eddig volt. Egy olyan akció horror sikerült összepakolniuk a készítőknek, hogy ihaj csuhaj. Úgyhogy már nagyon várom, hogy meg tudjuk nézni, és a Zsül is. Én a Trónok harcára kattantam most rá. Hát, tudom, hogy ez. Na, most nem vagyok ezzel friss, tudom. Mert hogy körülbelül már a Guldaburga köröksége 4000 rész van belőle. És, tehát most olyan, amit azt mondtam volna, hogy figyelj, és van egy amerikai kisvárosra forgatott sorozat, ilyen kalapos emberek rohangálnak kedilekkel, és az olaj körül forog a sztori, és van valami Bobby, ez nagyon jó ez a sorozat. Tudom, hogy a Trónok harca is kicsit ilyen, mert hogy ez nem egy friss dolog, de én valahogy ebből eddig így kimaradtam. Szóval most már hatodik résznél tartok, zseniális. Egyszerűen nem értem, zseniális. De nagyon tetszik. Rettenetesen durva, hát hogy ez, ott is az van gyakorlatilag, mint a Gyűrűk uránál, hogy egy pár oldalon, ugye a könyvben egy pár oldalon át kell verekedned magad, mire úgy képbe leszel és révbe érsz, és már tudod, hogy ki kicsoda, meg ki kivel van, meg ki ellen. Vannak a Lannisterek, meg azok a félmeztelenek, akik hat rész óta csak úgy mennek valahova, a sztárkok, meg a nem tudom, de hogy egyébként meg zseniálisak. A kosztümök, a ruhák, a kardok, tehát az egész nagyon jó. Úgyhogy az a sorozat, amit veszek is. Tehát, hogy egyrészt megnézem, letöltöm, megveszem, most már van belőle három. Na, három, jó, és a negyedik is készül. Akkor most. Nem vagyok annyira, ez letekerem karácsonykor. Nagyon-nagyon jó, úgyhogy ezt is bármikor szívesen kölcsönadom. Hát az valami egészen durva, és azt ajánlom neked könyvbe is, mert te dehogy nem. Nem, mondjuk elég hosszú, meg sok. Figyelj, mire ezt a Lannisteren én átverekedtem volna, én ha hatszor letettem volna ezt a könyvet. De azért is szeretted, annak idején a Végtelen történetet is szeretted, az is tök jó fantasy volt, Átráskóval, vagy Átrejúval. Hát a filmben Átrejú volt szegény, vagy Átrejú. Az a rettenetes nagy, még nem gondoltam volna, hogy vannak egyébként meleg állatok, de abból a filmből tudtam meg, hogy léteznek meleg, mítikus lények. Biztos, akart hogy... még a hátam, Atreyu. ők ott biztos, hogy egy forgatási szünetben azért biztos nagyon kavartak a sárkány, meg a kisfiú. Igen. Meg a Harry Potteren is átküzdötted magad. A Harry Pottert olvastam. Na. Igen. Azt nagyon szerettem. Sőt, jobban szerettem olvasva, mint a moziban. De ha már egyszer valamit megnézek, filmem, sorozatom, ezt egyszer megnézem, akkor én annak már neki nem állok el olvasni. Uh-huh. Tehát, hogy az biztos. Pedig át szerintem egyébként érdemes. Én a kettőt együtt szoktam csinálni, hogyha valamire nagyon rákattanak, akkor előutóbb az meg lesz könyvbe is, meg filmbe is. Most ha ízére vagyok még nagyon kíváncsi, most már az perceken belül, ha már nincs ott, de várjál csak, mint egy fog.
Tökön tudja. A lényeg az a Smaug pusztasága, az új, hogy hívják, az új Hobbit film. Arra vagyok még nagyon kíváncsi, mert ott is állítólag Jackson mester egy kicsit így bekeményített, úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon rideg, nagyon kemény, nagyon félelmetes rész sikerült összerítjentenie az előző menjünk, jaj, de szép Új-Zéland típusú. És csak gondolunk, igen. Mi újság egyébként? Minden rendben? Karácsonyi készülődés? Igen, minden. Tegnap is vásárolni voltam. A gyereknek igyekeztem vásárolni valami kis rábelit. Sikerült is. Egy kis kompromisszumos megoldást kellett kötnöm, mert abban a színben nem kaptam, amiben ő áhítozott. De volt valahol cipőleértékelés? Nem. Elmentem a szecskába, és mindig leszokták tenni a medence szélére a papucsukat, és onnan nyúltam le kettőt. De hol, hogy te nem mondod, hogy teljes áron vettél cipőt, nyújt, beteg nem, vagy? Vagy? Nem. Ja, azért mondom. Egyébként varrára nem, egy irregulárba vettem. Azért. Ma irregulár? Tehát persze. Kicsi varráshibás vagy valami? Nem, csak a fél párja van. Te úgy veszek cipőt a gyerek, hogy az egyiket megveszitek, a másikat meg az okniára rárajzoljátok, nem? Igen, de. És akkor az egyik az teljes, a másik meg egy zokniára ráfeszt a cipőt. Veszek, hogy mind a két lábon beleférje. Vagy 3 évig jó, mire belenő. Igen, most még eveznie kell benne. Szóval egy ilyen téli cipővásárlás volt? Nem, papucs volt. Papucs csak egy ilyen speckóbb fajtájú. Az, amit te egyébként utálsz tiszta szívből, mert ilyen marha rondának tartod, és ilyen kengyeles, és ízé. A gyerekeknek jó lenne. Ne, a gyerekeknek nagyon jó, a Beninek is ilyen szupicipője van, szóval kengyeles, már ilyen tartja a bokáját, tehát a gyerekeknek jó, a felnőtteknek már ez a csatos szandál lesz szerintem picit talán kellemetlen, de... De villamosvezetőkön még tök jó. ott még abszolút jó. Meg rajtam. Meg ír neked, de neked csak zokni van. És, de a gyerekek... És tényleg is nyár. Igen, tehát a Bennek például olyan, hogy ugye ferde az aljam, kicsit befelé esik a bokája, és fogja a sarkát. Neki is ilyen előcsattos, hátulcsattos körbe fogja a bokáját. Tehát az baromi, a gyerekeknek szerintem nem szabad divatozni. Tehát olyat kell venni, ami jó a bokájának, térdének, ott mindegy, hogy egyelőre hogy néz ki. Legyen trendi, de inkább legyen egészséges. Tehát a Benny például flip-flop papucsba nem nagyon járom be én. Neki ilyen boka fogott ilyen. Hát az nem is szabad neki. Nem, hát beesik nagyon a bokája. Tehát, hogy az jó, a csatos szandál jó. És mennyi, még a feléből alkuttál egy kicsit, vagy hogy van? De. Láttad a 30%-ot, de fölalkuttad 50-re a leértékelést? Hát már alapból direkt olyan helyre megyek, ahol nem kell kifizetni ezt az eredeti áron. Nem, ott már nem lehetett lejjebb alkudni. Mert akkor már ők fizettek volna. Már igen, bementél volna, vitte volna 2 szandált, és még kaptál volna 3000 forintot. Az jó egyébként. Mi minden nap elhatározunk, hogy bemegyünk a karácsonyi vásárba, de minden nap. Minden nap úgy megyünk neki a napnak, hogy majd a mai napon bemegyünk, és nem tudunk. Ez a karácsonyi vásár, ez most valahogy így nem akar beszippantani minket. Pedig most hete dolgozunk az, hogy bejussunk. Az időt is kellemes, mert ugye a hétnek az elején még azért oltottuk ilyen kis esősebb időszakok, azt szerintem nem akar. Nem, a hétfőket ki volt most már jó. Igen, de a kedde már azért alakult, tegnap már tök jó idő volt, és nem jutunk el. Nincs benne semmi, csak kicsit kimész, sétálsz, jobb kedved lesz tőle, iszol egy forrad bort, tudod, olyan kis hangulatba hozod magad. Elénekelsz két dalt, kardozol egyet a kolbásszal, leszel egy kürtös karácsot, és föld alatt izol egyet, és úgy megvagy. Nem? De hogy nem tudunk kijutni. Nem tudom, mi az oka. Egyszerűen nem értem. Hát nem ültök be az autóba. Igen. Nem indítod el, nem indultok el abba az irányba, ahol karácsonyi vásár van. Szerintem ez lett az oka. Igen. Alapvető. Valószínű ez, de hogy mindig közben jön valami. Tudod, nem tudom, van, amikor mit tudom, elhatározott, hogy már végre fölfújhatod a bringák kerekékét, és beviszed egy ilyen bringáshoz, és mit tudom, megcsátodsz rajta egy-két dolgot, és ezek egy hetekig tolódnak. Na ez lesz a karácsonyi vásárról, és már érzem. Én most így javítottam meg a Móni bringáján a defektet, 3 hónapja lyukadt ki körülbelül, és most, hogy már nem fogja tudni használni, hetekig, vagy akár hónapokig a bringát gyorsan meg is javítottam. Igen, hát most nincs szezonja, nem? Persze. Azt nem tudom, hogy ha már eddig vártam, akkor miért nem vártam szentestéig, mert akkor megúsztam volna az ajándékot. Na! Ezt azt nyom meg! Milyen kemény? Igaz? Tekerít a lakás meg kicsit? Jó, hát most nézd, egy gumijavítókészlet, hát legalább 600 forint. Tehát azért az, nálatok az már túlő az ajándok az esik keretem. Teljesen rendben lett volna. Jó, mi? Köszönöm meg. Na, told vissza a garázsba. Jól van, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? Figyelj, az a nagy helyzet, hogy most ezt a két napot hoznunk kell ahhoz, hogy jók legyünk a héten. Meg 2-1-re mennek. Hogy jogos legyen, hogy nagy arc majd a jövő héten. Igen, ez azt jelenti, hogy 2-1-re mennek? 2-1-re mennek. Nagy a baj. Nagy a baj. Feri nem tud játszani. Ó, de jó fej, Dobberman. Hát, nagyon kedves vagy, köszi szépen. Milyen aranyos. Egy akkora spoiler toltát SMS-ben. Hú, de örülök neki. Ja, hogy elmondta, hogy mi lesz a vége? Basszus, nem hiszem el.
Azt nagyon bírom. De ha én csinálnék ilyet, vagy Balázs, akkor nem tudnánk 10 óra után kimenni az épületből. Jó, mert de ha mi bemondjuk, mi 1 millió embernek rontjuk el, így viszont csak neked rontott el. Ez király. Leírta a sorozat végét? Aha, tök jó fej vagy. Ebben a pillanatban teszlek fel a fekete listára. Nagyon menő, óriás poén. Nagyon szeretem. Jó, hát most, na most négy része bejebb vagy kiebb vagy. Hát majd nézed úgy, hogy már próbáld elfelejteni, amit most ír. Ja, várj, megpróbálom. Csukd be az emlés, felejtsd el. Zsűlűs meg. Hát igen, ilyen, ebbe szépen belenyúltál. Na jó van. Jó, nincs ezzel baj. Igen, jól van, fél hét múlva pontosan 4 perccel gyengén játszók, dadogók, gyerekek, idősek, a játékszabályokat nem ismerők, nagyon izgulók, és olyanok, akik még játékszűzek, csak is kizárólag ezek mennek ma át a játékrostán, jó? Jó. Profik, jó játszók, rutinosak, higgadt vérmérséklettel megáldottak, nem izguló emberek, ne dobjanak ki 20 forintot arra, hogy jelentkeznek, mert nem kerülhetnek adásba. Így van, hogyha esetleg még nem érzitek jól magatokat, nincs meg még a játék, az a komfort érzet, akkor fogyasszatok valamilyen édes ipari terméket. Nem tudom, mondjuk Norbi, mit tanácsolni szerintem? Norbi nem tud most a hirtelen tanácsolni, mert Norbi mit tegyünk? Vágli. És hogy vagy Norbi egyébként? Vágli. Hülye vagy Norbi? Vágli. Tényleg már magad azért. Miért vagy hülye Norbi? Vágli. Fél hét múlt pontosan 4 perccel jönnek a hírek, aztán jövünk a játéka mi. Ez itt a Morning Show. 6 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello drága hallgatók, itt van a játékosunk, ha minden igaz, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Bajkli. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok, Attila vagyok. Hello, Attila. Szia, Attila. Attila, sziasztok. Mi a helyzet? Figyelj, nem tudok semmit, itthon vagyok betegállományban, most nagyon laza vagyok, és úgy érzem, hogy most szarrá fogok mindenkit verni a játékból. Kőkemény van. Ez a beszéd. Persze, hát mit mondjak? Hát. Természetes. Nem, hogy már úgy gyere be játékba, hogy bocsánatot kérsz előre, meg eljátszok. Le tudod, mikor. Egyébként elvártam volna, hogy úrnak szól, és mindegy, nagyon hagyjuk. Attila úr? Attila úr? Hát, csak nem. Igen, hát mindegy, jó, a család élet kihagytam most. Bocsánat. Mi a betegség oka, vagy miért vagy otthon? Egy nagyon vírusos megfázásom van, és a Spánia nem vigyáz most rám egyelőre. Ő drukkol nekem, de nem kell drukkolni, mert egyébként hajszál biztos vagyok benne, hogy győzni fogok ma. Ennyi. Jó, ez tetszik, ezt így kell csinálni. Jaja. El kell vinni az ajándékcsomagot, meg kell nyerni, és örülni kell. Ez a beszéd, nincs mese. Ha valaki... De hogyha nyerek, különben a Spánialnak is kell, mert ő a drukkmester. Tényleg? Aha. Na, jól van. Oké, kivel szeretnél, Attila? Hát vele természetesen, hát nehogy már. Hát arcoskodsz itt jobbra-balra, nehogy már, hogy mindig tenyel, hát ugyan. Az a durva, hogy egyáltalán nem arcoskodtam, nem tudom, melyik műsort hallgatod, de hogy egy percet nem. Figyelj, hát, nem, így úgy visszamenőleg ott hallgatlak, titeket minden reggel hallgatlak, és akkor néha úgy mondod, hogy hát persze, hát mi tudunk meg minden. Nem. Hát azért. Annyira igazad van, Attila, egyébként. Meg kell törni. Nagyon igaza van Attila úrnak. Ugye? Jánosom. Mi? Figyelj, miért menjen rá Attila úr az apróra, amikor vannak itt nagy címletű bankjegyek? Úgy van. Jól van. Na, mehetünk, Jani? Na, várjatok egy pillanat, és beizzítom itt a kis timeremet. Jó? És már figyeljetek, mert 3, 2, 1, fire! Na. Mehetünk? Mehetünk. Itt vagy? Vagyok. Na, milyen kutyád van? Mit mondtál? Spánierem. Na, mesélj egy kicsit, hogy miért vagy otthon, milyen a kutya? A kutya az egy aranyszőrű spániel, nagyon aranyos, kedves, 3 éves, azért vagyok itthon, mert borzasztóan a tüdőm fele van valami vírusos anyagokkal. De ez ami betegség, vagy micsoda? Ja, elkaptam. Kitől kaptad el? Hát szerintem a tömegközlekedésem. Hát vagy a munkahelyen? Vagy, Mit dolgozol, mit csinálsz? Rokkan nyugdíjas vagyok egyébként. Tényleg? Igen, de mellette dolgozom. Igen. Mi? Ezt mondtad, igen. Nem már. Úgy emlékszem, hogy ez az egyik tiltott szó. Nem mondtam. Igen, 3-szor mondtad egymás után. Én annyira koncentráltam, hogy én nem hallottam. Állítsuk meg.
Mi, hogyan? És most kimondtad például a fekete-fehér ilyen kurva játéknak az egyik tiltott szavát is. Játszátok vissza, mert hiszetlen vagyok. Tök fura egyébként, hogy akkor az ember nem koncentrál, amikor azt mondtad, hogy rokannyugdíjas vagy, és utána ez, igen, 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 ezt mondtad. Igen, én nem hallottam, én annyira koncentráltam, hogy én elkapja. Én sem hallottam, úgyhogy nem hiszek. Már megállítottuk az időt, úgyhogy most kicsit lefűzhetsz a játékra. Ilyenkor más tudatállapotba kerül az ember. Úgy érzem, Attila nagyon más tudatállapotba került, igen. Jó, figyelj, meghallgatjuk, és visszajátszuk. Jó? Tudunk sólyomszemet kérni, challenge-et kérni, ebben a szedben még 3-3 challenge-e van mindenkinek, úgyhogy kikérjük, és akkor a hírek után meghallgatjuk, hallgass meg te is, jó? Oké, rendben. Ha nem mondtad ki, akkor nem tudom, mit csinálunk, akkor azt kitaláljuk, ha kimondtad, akkor azt hallani fogod, jó? De én nem emlékszem rá, azért nem értem, szóval mindegy. Mert egy ilyen beszűkült, kicsit pszichotikus állapotban játszottad ezt a dolgot végig. Hát vagyok gyógyszerrel különben is. De János védjél meg. Én se tudom, hogy az előbb még nem kellett annyira megvédeni igen, egyébként. Sajnos nagyon kemikáliák hatás alatt igen, volt. Nagyon ment az arcoskodás, az előbb még nem szorultál védelemre egyébként, hogy visszahallgatjuk és akkor meg bejátsszuk, jó? Jó. Figyelj, okay, ha mégsem mondtad ki, és én halucináltam, és én állok kemikáliák hatás alatt, átmegyek, és egyszerűen megsétáltatom a spánéledet. Hogy hívják amúgy? Zsöminek hívják. Zsömi. De Zsömi. Uh-huh. Atti, várjál, jön az Anna. Gyere, Anna. Ki mondta. De bejátsszuk hírek után, hallgass meg minket, jó? Hogy hallgassál minket. És sajnálom. Ja. Hát, nézd. Nem. Nagyon szeretem, aki nagyon nagy lendülettel megy, és nagyon durván arcoskodik, az már tudom, hogy mindig előbb-utóbb be fog csétálni egyébként a saját maga által felállított csapdába. Igen. Mert hogy én nem állítottam neked csapdát, te a nagy lendületeddel szépen beleestél. Mi volt a kérdés egyébként, arra emlékszel? Hogy munkahelyen kaptad el a betegséget, vagy az influenzát, vagy mivel foglalkozol, tömegközlekedés, hát, okay, valami ilyesmi. A bejátszást csak meghallgatom, mert abszolút ki van esve ez most nekem. Jó, hírek után, jó? Visszajátszuk. Oké, Attila, köszi. Ciao, sziasztok! Ciao, hello, hello. Ugye nem hagysz cserben, barátom, tényleg kimondta, ugye? Persze. Jó, azért. Nem. Azért háromszor nem halucinálok be. Én még nem hallottam, annyira figyeltem arra, hogy hol tudnék lesújtani, lecsapni. Na jó van, oké, visszahallgatjuk. 7 óra van, pontosan jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt pontosan 15 perccel, hello mindenkinek, hello Jani. Halli, jó reggel. Hello, drága hallgatók. Ferima nincs, kint van, ugye annál a cégnél, ahonnan bejelentkezik, és ezt reklámblokkba lehet hallani, de fölhívjuk majd valamikor 9 óra után, 3-9 környékén, hogy érzi magát abban a múzeumban, ahol van, ugye? Nyomoz, riportokat csinál, dolgozik, száguld, és fürdik ebben a szerepben. Imád száguldó riporterben. Imádja, tényleg, mert kíváncsiak leszünk rám is, hogy most éppen mit csinál, illetve akkor éppen mit csinál, hogy elég keserűen már a jobbra tartal. Igen. Ugye tulajdonképpen hát mondhatni, hogy igen, már a hordók előtt áldogál. Igen, jaj, de szép kép, szép kép. Mondhatni, a piros alapon aranykeresztes cégnél, ugye? Igen. És akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Pontosan lehet tudni, hogy hol van. Ő bejelentkezik ebben a múzeumban. Ott van egy múzeum is, ott készülnek ezek az italok, és onnan jelentkezik a Feri. Egész reggel ott dolgozik. És elegáns. Mint mindig. Hát, és szép, mint mindig így van. Na, mutassuk meg a játékosunknak, jó? Egyedül csak neki szerintem, mert tényleg mindenki hallott az SMS-ekből, teljesen egyértelműen kiderült, hogy itt nincs nagyon helye felülbírálatnak, jogorvoslatnak, semminek. Hát teljesen egyértelmű, hogy kimondta. Attila, de mutatjuk. Rokkanyugdíjas vagyok egyébként. Tényleg? Igen. De mellette dolgozom. Igen. Itt, amit te észrevettél, az igen. Ezt leginkább Attilának mutattuk meg, aki nem akarta ezt elhinni. Még talán most se. Szegény, hogy kimondta. Hát nagy volt a lendület, de nem jutott sokáig. Úgyhogy 2-2 nagy meccs ez most. Ez nagyon nagy meccs. Holnap rajtad lesz a súly. Egy vérre menő. De holnap nem. Igen, holnap nem. De majd érzem a dolognak a súlyát ott is, ahol egyébként leszek. Igen, mert hogy te meg holnap nem vagy. Komolyan mondom, hogy a Feri ma nincs, te holnap nem vagy. Hétfőn se vagy. Miért mindig a rossz végén állok? Ezt így ebben a formában azért nem mondanám, de most mi megyünk, igen. Jó. Ahogy Ludas Pati tudod, többszörösen kapjátok ezt vissza, háromszorosan január-február környék. Mikor kitör az igazi síj szezon? Hát nekem még így is mondjuk annyi szabadságom maradt bent, hogy így osztogathatnám komolyan karácsonyi. Jó, megértem lehet, egy kicsit menjél, persze, holnap meg hétfőn te pihensz. Most ütközött egymásnak két kocsi az Ajtusi Dürer sornál, a Hermina Toronynál, vigyázat arra felé, Konant küldte nekünk. 10-es út Budapestről kifelé a Solymári Oson előtt teherautó az árukban, szokásos dugó alakul, ezt Csé küldte nekünk, köszönjük szépen.
Aztán van még friss közlekedésünk. M6-os 141-es kilométerénél Pécs irányában van egy hatalmas trafipakt, mindenki menjen lassan, és az Erzsébet hídon minden rendben, ezt Kata küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, nem akarok én nagyon komolykodni, csak két mondat gyorsan, hogy hogy a fenébe megy ki egy 3 éves gyerek egy bölcsödéből? Majd utána hogy történik az meg egyébként, hogy nyilatkoznak este, és azt mondják, hogy ez már nem, nem az első dolog ennél a bölcsödénél. Hogy ez hát, ez megtörtént már néhányszor, hát ezen szinte semmi csodálkozni való nincs, derül ki egy esti hírmagazin riportjából. 3 éves. Kinyitotta a kaput, fölpattant a kis háromkerekűjére, és átkelt egy 4-sávos úton. A gyerek szenzációs. Egyszerűen... Van benne felfedezőked. Igen. Tehát, hogy nem lehet mondani, hogy zárkozott és a sarokban ül. A gyerek ügyes. De hogy a fenébe? Egyébként egy másik helyzetben nyilván meg kéne dicsérni, hogy mennyire talpras, mennyire ügyes, meg mennyire jól bánik a különböző eszközökkel, például az árakkal. Mondjuk azt nem tudjuk, hogy ez az ár, ez milyen minőségű lehetett, hogy amúgy egy 3 éves gyerek csak úgy hirtelen kipattintja. A másik meg az, amit te is megfogalmaztál, ugye, hogy ők lenyilatkozták, hogy nem először fordul, hogy nem először eset, fordul elő, hogy elmegy első, a gyerek. Az első ilyen eset után ebben a bölcsődében olyan válságstábot kellett volna csinálni, vagy összeültetni, és nagyon-nagyon mélyen elgondolkodni, hogy a fenébe fordulhat az elő, hogy egy olyan zár van a kapun, vagy nincsen, vagy ki tudja, amit egy 3 éves gyerek is ki tud nyitni. Tehát amikor én szülőként beviszem oda reggel a gyermekemet, akkor én azt gondolom, hogy ez a gyerek biztonságban igen, van. Igen, hát azért viszed, hogy biztonságban legyen. Azért is várható. Az elvárható minimum, nem? Ugye? Igen. Most az, hogy hány fok van, vagy mennyit foglalkoznak, azok az véleményes, de hogy biztonságban van, az szerintem azért egy alapvető funkciója a bölcsődének. De egyszerűen nem értem. Tehát ez szülői hanyagság, vagy... De simán lehet. Hát megmondom miért. Hát nálunk is az óvodában kallantyú van. Tehát ha a szülő nem rakja vissza, akkor onnan is ki tud menni a gyerek. Tehát ez lehet szülői hanyagság. Tehát az óvónőnek azért abban a pillanatban ugye nem feladata mindig nézni az ajtót, hogy az utolsó hanyag szülő egyébként behúzta el a kalantyút. Nálunk egy olyan gyerekzár van, amit a gyerek nem ér el, és az óviba tudott csapni a kalantyút fölül. A belső ajtón. Meg van egy a legesleg külső ajtón. Igen. Tehát két igen. Biztonsági rendszeren kell átmenni a gyereknek. A legjobb lenne, minden óvodának nyilván lenne a ilyen mágneses zárra a pénze, hogy megnyomsz egy gombot. Az. Mágnes, egyébként, ha nem nyomod meg, azt a gombot nem tud kinyílni. De hát azt a kalantyút, ha a szülő nem rakja vissza, akkor ez lehet szülői hanyagság. Akkor ez lehet, de pont ezt lehet megakadályozni azzal, hogy ugye tényleg ilyen zsiliprendszer van, vagy akár két kapu is van. Nálunk az volt, hogy ugye kint volt a külső kapun ez a fajta nagyon magasan helyezett kalantyús, és bent volt befelé az ajtón, csak úgy tudtál bemenni, hogy beütöttél egy kódot. Aha, hát az már nagyon modern, meg az nagyon sok pénz. És bent belülről pedig olyan magasságban volt ez a billenő kapcsoló, amivel bentről lehetett így elektromosan nyitni az ajtót, hogy a gyerek nem érhette el. Tehát, hogy nem lehet elég túl biztosítani ezeket a helyeket. Így van, belülről pedig egy olyan kapcsoló, ami olyan magasság volt, hogy a gyerek biztos, hogy még szétreállva sem tudta volna megnyomni. Egy jó, hogy nem történt baj. Mondom, tegnap láttam ezt a riportot, ők azt elmondták, hogy nem is kinyilatkozott, csak így félszemmel, hogy hát nem az első eset, hát nem, már. Ez a sztori, ez nem a, tehát hogy a félhétesek elkülönbséget, ez a sztori, ez nem a gyerekről szól. Nem a gyerekről, azért, mert hogy milyen kalandvágya is egyébként, meg mennyire ügyes, meg jaj, de kis vásott. Ez azt sem tudom, hogy hol van az a pont, ahol ennek föl kéne tűnnie, mert ott van mondjuk 30 gyerek egy bölcsibe. Onnan most eltűnik egy, hát nem, te nem vagy fejszámoló. Hát most 30 vagy 30. Nem, hát most arra gondolok, most nem akarom én a gondozónőket, meg az óvónőket, meg a dadákat védeni, de ugye bent játszik 28 gyerek, vagy bent játszik 29 gyerek, tehát ránézel a tömegre, nem tudod megmondani, hogy egy hiányzik. Kimennek, bejönnek, pisilnek, kakilnak, segít, egyiket viszik, másikat viszik, tehát nem mindig mindenki egyszerre ül. Na de hogy ez azért senkinek nem tűnt föl, hogy a gyerek mondjuk elindult hazafelé, hát azért ez nem 5 perc, mire kitekert a kis bringáján, érted? Ráadásul nem kisurrant, hanem kibringázott tényleg. De hát, hogy erre oda kell figyelted, hogy... Igen, na mindegy. Még a szobából sem mehetne ki egyébként a gyerek, úgyhogy nem kér engedélyt, nem tudnak róla, stb. Hát figyelj, nem más, én megyek a Beniért az óvodába, azért ott látom, rohangálnak, jönnek, mennek, kimegy az egyik pisilni, hát azért például óvodás korban már automatikusan kijön a csoportból, pisil egyet, visszamegy, levetkőzik, fölöltözik, tehát van azért egyfajta önállóság. Ott az egyik, ha meggondolja magát, és elindul kifelé, mert neki most itt valami elborult, és egyébként egy szülő nem rakja vissza a kalantyút, akkor az a gyerek elindul, úgyhogy nem veszed észre. Hát gondolod, de két óvónő van. Van, amikor csoportonként csak egy, annyira túl vannak terhelve. Plusz van egy dada, vagy kettő, aki egyébként ágyaz, terít, stb. Azok nem a gyerekre figyelnek. Tehát azért itt legalább akkor a szülői felelősség is, mint az óvoda felelőssége, hogy tegyék vissza a kallantyút, mert holnap az ő gyerekük fog lehet, hogy elindulni hazafelé. Tehát, hogy mi akkor nem azt mondom, kell? Hogy az óvónő vagy a dada nem hibás, csak
vagy a gondozók, csak hát itt azért ez sok-sok-sok rétű. Ilyenkor szóval kell, mi is szóltunk egyébként, hogy azt vettük észre, hogy szülő nem rakta vissza a kallantyút, annáról meg aztán végképp el tudom képzelni, hogy ő is. Igen. Gondolod, de mekkora flash lehetett a gondozóknak, amikor jött a rendőrrel a gyerek, nem? És akkor vették észre, hogy úristen. Hm. És képzeld, az a gyereket történik valami. Hát, borzasztó belegondolni. Bár, ez kinek az óvoda felelőssége, vagy az óvornő felelőssége, vagy kiviszi a egyértelműen a bölcsi, vagy az óvoda felelőssége. Na de ha többszörre megtörtént ez, akkor legalább abban az óvodában miért nem tesznek be egy más típusú zárat? Miért, tényleg miért nem válságstábolnak? Hát holnap megint elindul egy gyerek, hogy jövő héten. Na mindegy, jó, nem akarok nagyon komolykodni, csak itt szülőként így végighallgatni ezt a hét, hogy átkelt a 3 éves gyerek egy 4 sávos úton, ez nagyon, ez és nagyon meleg. És azért ne haragudjam meg senki, de ez nem pénzkérdés. Tehát, hogy akkor felraknak rá egy rakatot, meg egy csengőt, és ha valaki be akar menni, akkor csenget is kimennek, és kinyitják neki. De hogy a gyerekeknek nem szabad kimenniük semmilyen szín alatt. Én inkább nem, tehát igen, de én mondom, de szerintem szülő. Biztos, hogy szülő. Ez biztos, hogy a szülő nem rakta vissza a kalantyút. Na mindegy. Jól van. Nelson Mandelának a temetésen az AIL tolmács megvan? Hát erről mindenféleképpen beszéljünk két mondatot. Az egész világ ezt nyomozza. Mindenhol a világ sajtóban tele van ezzel, hogy valamilyen ember bekeveredett és tolmácsolt. De senki nem tudja, mutatom neked, te láttad magát a videót? Nem, csak a cikket. Csak a cikket olvastad, ugye arról van szó, hogy eltemetik Nelson Mandelát, búcsúbeszédet mondtak rengetegen, és ott volt egy olyan jeltolmács, aki senki nem tudja, hogy ki ő, senki nem tudja azt, hogy tulajdonképpen mit csinált, de a lényeg, hogy állítólagosan ez egy áli jeltolmács volt, itt van ő, mutatom, egyébként nagyon elszánt, meg nagyon szimpatikus, de egyelőre senki nem tudja, hogy ki. Mert azt mondta egyébként a Dél-Afrikai Siketek Szövetségének elnök, hogy ide-oda mozgatta a kezét, de nem volt értelme annak, ami... De ez nem lehet, hogy egy más dialektusban mutogatod. De nem volt értelme annak, amit mondott. Figyelj, én megnéztem ezt a videót. A pasinak nem túl nagy az eszköztára. Tehát rámutatott a két szemére, előre mutatott, összeütötte a két tenyerének az élét, majd megint rámutatott a két szemére, és közben figyeltem, hogy angolul azért ott egy ilyen tágabb intervallumban mondták el a temetési szöveget. De döbbenetes. De nem lehet, hogy valamilyen törzsi nyelven mutogatott? Nem tudom. A dél-afrikai kormány azt mondta egyébként különböző hírügynökségeknek, hogy ki fognak adni majd egy nyilatkozatot az ügyben, hogy ki volt ő, de egyelőre ők sem nagyon nyilatkoznak. És azt mondták, hogy biztos, hogy nem az angol, és biztos, hogy nem a dél-afrikai jeltolmás nyelvet használta. Aha. Na most kérdezem, én akkor mit? Figyelj, Mandela a Xhosa nép Tembu törzséből származott. Tehát, hogy lehet, hogy ő Tembúj mutogatott. Egy Tembúj jeltolmács? Tembúj mutogatott. Figyelj, elindítom nekem, mert kitesszük a videót is. Itt nem is a szöveget kell figyelni, hogy mit mond, hanem magát az embert. Figyeld az eszköztárat. Jó, itt van a szöveg. Figyelj. És tisztelek, megőrülsz, nem hiszed el. Figyelj. Most nem mutogat semmit. Megnyalta a kezét. Senki nem tudja, hogy mit mutogatott, ugyanis nem angolul és nem dél-afrikai nyelven mutogatott. Iszonyatosan elszánt. És elképzelem, hogy szegény érintettek otthon a képernyő előtt, akiknek szólna egyébként egy jeltolmács, így egymáshoz fordulnak, és igen. Ilyen a hülye. Hogy mit csinál, érted? És nem tudják megmagyarázni, azóta egyébként nyomozzák, hogy mi történt meg, hogy ki volt ő. Hogy ki meg egyáltalán, hogy juthatott be? Hát nyilván itt azért nagyon szigorú biztonsági intézkedések voltak, ő simán átcsúszott rajtuk. Hogy jutott be? Obama mellett állt. Nem tudják, hogy ki ő Dél-Afrikában. Nem tudják, hogy mit mondott. Lehet, hogy ide lőjetek most egy kicsit balra, 20 fokos szögben, de fúj a szél, déli szél van, kicsit menjetek. Nem tudják, hogy mit mondott. Mondtam, hogy ki volt. Ne legyen benne, és egyébként is házias krumplival kértem tejfölös mártogatóval. De nem lehet, hogy neki nagy álma volt, hogy így a televízión keresztül üzenjen a családjának, és hazaüzen tényleg? Nem tudom, valamilyen, nem tudom, csád nyelven hazaküldött valamit? Vagy busman nyelven hazaüzent valamit? Hogy lehet ez? Szerintem nekünk is össze kéne hoznunk valami olyan projektet, hogy olyan nagy állami ünnepségen ott álljunk valaki mellett. Csak nálunk ugye viszonylag rosszul vennék ki magátnak, tehát elkönyvelnének minket valamilyen irányzatunak, de hogy egyébként tényleg így bekeveredni valahova, vagy becsempészni magunkat egy olyan helyre, ahol az égvilágon semmi keresnivalónk nincsen.
De valami rendezvényre? Igen. Valami rendezvényre, és akkor ott egyszerűen így megállni. Megállni. De szerintem biztos, hogy össze lehet hozni. Csak az a baj, hogy ez ugye a biztonsági erőknek, meg a biztonsági szolgálatnak nagyon erős kritikája lenne. Mint ahogy ebben az esetben is az. Mert az az ember, hogyha így be tudott jutni, akkor az bármit bevihetett volna magával, most hogyha mondjuk, ne adj Isten, Obamát akarta volna valaki eltenni láb alól, vagy pedig egyszerűen csak ott valamilyen csúnya dolgot akart volna csinálni, az megtehette volna. Hát meg, egy nyakbakasztó elég hozzá? Volt egy nyakbakasztója, ugye, és volt egy nem létező jeltolmás nyelve. Átcsúszott mindenkin, és odaállt. Te gondolod, az egész világ őt nézte? És ennek milyen lehetett azoknak, akiknek elvileg kellett volna érteni? És ott ülnek a tévé előtt, tudod, és így nagyon nézik, és fellélegeznek, hogy de jobban jeltolmács, jól van, én is érteni fogom. És elkezd valami nagyon furát mutogatni. Simán lehet, hogy az eredeti jeltolmács, mint a csupaszpisztolyban Enrico Palazzo éppen az öltözőjében volt, a hason fekve felpeckelt szájjal, megkötözött kézzel, meg lábakkal, és ott nyögdécsett bent az öltözőbe, szerencsétlen. De van olyan, hogy egy jeltolmács dadog? Szerint, jó, hogy keresgéli a szavakat, keresgéli a jeleket? Hogy keresi a jeleket, és mindig jó volt, amit elindított, de soha nem tudta befejezni. Tehát egy olyan van, hogy dadogó jeltolmács, az létezik? És elindult. Elindult kicsit. Mindig, akarom mondani. Azért tudta mindig ugyanazt az egy jelet elmutogatni, mert kicsit mindig dadogott, az nem lehet? Akarom mondani, de addigra már ugye az Obama, meg mindenki, aki beszélt, mondta, tovább halad, de ő mindig megakadt az első szótagnál. Tök érdekes, hogy egyébként a felvetés. Ilyen van. És teljesen jogos, hogy van. Tehát van. Egy dadogó jeltolmács volt, ezért nem értették. Kézjelben van olyan, hogy izé. Izé? Hogy is hívják? Jut eszembe. Figye, ő megnyalta a száját, tisztelgett, amikor valaki azt mondta, hogy thank you, tisztelgett. Tehát minden thank you-nál ő tiszteleg. És összeütötte a két élét. Ennyi volt az eszköztára. Mi van, ha őt előhúz egy fegyvert és lelövi az Obamát, érted? Nem angol, nem amerikai, nem dél-afrikai. Mondom, tényleg, hát... Azért ez döbbenet, hogy ez semmi más lehet, csak tembu. Nyugalom, a jeltolmács vagyok, úgy, mint Dumbo limuzinsofőr, így jutott át mindenem, tudod. Semmi pánik, limuzinsofőr vagyok. Jaj, szegény, mi lehet most velem? Már börtönben van ilyenkor? Hát ez nem óra azért, hogy elvigyék. Ahogy bejutott, ugyanúgy szerintem ki is jutott, és fogalmuk sincs arról, hogy ki lehet. Vagy ki volt ő. Meg egyébként meg miért is csukták volna le? Mert rosszul tolmácsolt. Tehát, hogy... De nem lehet, hogy arra gondolod, hogy az igazi eltolmás nem érkezett meg, tudod? Elakadt valahol a dél-afrikai dugóban. És mondták, hogy úristen, nem maradhatunk ki eltolmás nélkül, ez úgyis csak egy kis hányada érti a beszédet, a jeltolmás. Tehát valaki ugorjon be. Fogták, nyakába tették a paszt, löktek rajta egyet Obama mellé, és ott volt, kirángatták a konyháról, ő még ott keverte a kondért, és betopták, mint jeltolmás. Igen, és azt mondták, hogy mutogass bármit, csak nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyen jeltolmás. Így van. Ebben az országban már annyi diszkrimináció történt, nehogy valakinek szemet szűrjön, hogy nincsen jeltolmácsuk. Tehát nem gondoltunk egy bizonyos rétegre, nehogy rárepüljön a liberális sajtó. Figyelj, akkor viszont jól hozta. Ő megpróbált helytállni. Tehát mindent, amit egyszer már jeltolmácstól látott a tévében, mert én is hát mondj valamit, hát én is de várjál, nem biztos egyébként, hogy ő, tehát az sem biztos, hogy ő jeltolmácsolt. Ő lehet, hogy ténylegesen mutogatott valakinek, aki a tömegből beszélt hozzá valamelyik haverja. Csak a jelekhez kellene megtalálni azt, hogy valójában mi lehetett a kérdés, amire ő így válaszolt. Hát nyilván nem kezdett bekiabálni. Ja, hogy jellel válaszolt az egyik haverjának? Igen, tehát hogy ízét, hogy kettőkor a bowling klub előtt, tehát hogy nem, nyilván. Valamit lemutogatott neki. Nekem mondom, a tisztelgés tetszik a legjobban. Valaki a beszélje a jeltolmás nyelvet, írja már meg, hogy a köszönöm, az például nem tudom, az angol, az tényleg tisztelgése. 3 másodperc. Nem csak nemzetünk, hanem az egész ország. Tiszteleg Nelson Mandela emlékelő. És abban a pillanatban. Na jó van, helyes történet, de hogy jó lenne megtudni, hogy egyébként ő ki volt. Nem, soha nem fogunk rájönni. Eszter azt írja, hogy egy dadogos Parkinson-koros tolmácsok. Szegény. Szegény. Jó, utána olvasok, mindjárt hát, kiadtak valami sajtóközleményt, hogy ki lehetett ő, vagy próbálták már a dél-afrikai bírügynökségek megmagyarázni, hogy kikeveredett oda Obama mellé. De azért az mekkora blama, nem? Óriási. Óriási. Óriási ciki. Az Obama mellé azért nem jutsz úgy oda, csak úgy, hogy beállsz mellé ott mutogatni, nem? Döbbenet. Na jól van. Óven bácsi, Beru néni, lehet jelentkezni. Jó, egészen nyugodtan. Játszunk majd a hírek után, úgyhogy SMS-ben jöhetnek azon játékosok SMS-ei, akik szeretnének játszani. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt pontosan 2 perce. Hello, Jani! Hello! Szia! Jani! Jó vagy! Itt vagyok. Na, fogd meg a kezem. Jól van. Jaj, ne ilyen szorosan. Te csivész, te. Jézusom.
Nincs a Feri. Kint van egy olyan helyen, ahonnan ő bejelentkezik, de 9 után azért fölhívjuk. Természetesen megy, száguld, riportot készít, dolgozik. Ő most Magyarország legszáguldobb riportere. Kint van, és anyagokat csinál a Piros Alapon Aranykeresztes cégnél. Mindenki tudja, hogy melyik italcégről van szó, ugye? Ott van, és bejárja a múzeumot, töviről hegyire jön, megy, barátkozik, fotózik, kérdez, posztol, anyagot csinál, vág. Rákérdez mindenre. Minden megkérdez, minden megtud. És az ott, ezek mögött. És ez mi, és az mi. Igen. Magyaródon a Gödöli úton egy sündörög trafival a mancsában, Sóher küldte nekünk. Északi irányban áll a pesti rakpart, nem tudom az okát, George küldte. Ez az északi déli irány, ez igen, mindig próbál koncentrálni, hogy merre. Valaki küldje el nekünk, hogy mit lát, jó? Ez attól függ, hogy melyik oldalon van. Mert ugye mind a két oldalon van északi irány, de hogy ez most a budai vagy az alsó, vagy a pesti alsó rakpartról szól, hogy tudjunk segíteni. Jó, mi a helyzet a hidakon, az autópályákon, nagyvárosokban, tényleg próbáljátok írni sok közlekedést. A 10-es úton az Osannál nem árokban van a kamion, hanem defektes, a dugó se vészes, mindkét irány elviselhető, ezt pedig Kornél küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mondani akartam, hogy egy nagyon érdekes és nagyon jó és nagyon pozitív kezdeményezésbe kezdett bele a BKK. Gyakorlatilag Budapest szerte ilyen kijelzőket raktak ki megállókba, azt hiszem olyan 260 darab körüli a mennyiségük, amik jelezni fogják azt, hogy egy-egy jármű indulásig hány perc van még hátra. Ez marha jó. Ez jó, egyet össze is törtek már. Igen, rögtön is. Hát azonnal belevágtak Kispesten, egy követ, igen, Kispesten igen. Már kinyírtak egyet, de egyébként ez egy marha jó kezdeményezés lesz, és én tökre örülök neki. Nem kell oda menni megint a táblához, vagy többet legalábbis sok helyen, nem kell majd bogarázgatni, nem kell majd számolgatni, nem kell majd ott szerencsétlenkedni vele, fölnézni a tábláknak egy részét, vagy leszakítják, vagy összefestik, vagy mit tudom én. Így vagy fölnézek, és rögtön látni fogom, hogy például az én kedvenc villamosomnak az indulásaig hány percig van, vagy hány perc van még hátra, mert amúgy mi is kapunk Lőrinc egyet. Igen. A béketére. Te vajon mit mond erre Norbi? Vágli. Hát igen, jó. Hát igen, ő mondjuk így, de ő ezekben a régió dolgokban hisz. Mit mond a dél-afrikai jeltolmácsa? Vágli. Nem, egyszer nem. Picit rá van szűkül vele a dologra, de én azt gondolom, hogy ez elnézhető neki. Picit beszűkült. És ha karácsony, akkor vágli. Beszűkült a Norbi eszköztára, nem? Amivel tudja mostanában kommunikálni. Na, Oven bácsira és Beru nénire lehetett jelentkezni, sokan meg is tettétek ezt valakivel, már is játszunk. Oven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Szandra vagyok. Szia, Szandra! Szandra! Igen. Hát, elképesztő, igen, Szandra. Honnan hívsz minket, Szandra? Én most éppen Szentendrén vagyok. De Skanzenban? Irányába. Nem, félreálltam egy parkolóba. És merre mész, mondta, csak nem hallottam, Leányfalu? Tahitótfalu. Oda viszem a kislányomat óvodába. Ó, egy jó kis Tahitótfalu, jó oda. Hallottad ezt az óvodából elcsámborgó gyermeket? Igen. Kemény, nem? Igen. De erről beszéltünk, igen. Itt 7 óra után, 3 évesen. Bölcsöde, hát, bocsánat, nagyon, bölcsöde. Nagyon. Nálatok milyen rendszer van? Nálunk olyan, hogy a szülőknek ki van írva a kapura, hogy a riglit zárjuk. Tehát nálunk riglis rendszer van, de szerintem ezzel még nálunk nem volt gond. De úgy, hogy a gyerekek nem érhetik el, tehát hogy magasan, nem? Persze, csak igen. A szülők. Igen. Az a jó. Igen, a gyerek nem éri el, de a szülő meg úgyse zárja be, úgyhogy persze. Nálunk olyan biztonságos volt, hogy mindig meg kellett várni a feleségemet, ha én értem oda előbb. Nem, te mindig úgy csináltál, hogy amikor vitted ki a gyereket, akkor kértél egy sámlit is. Hogy igen, de mindig vittem magam a magnéziát, és kimásztam a kerítést. Illetve megvártad, míg jön egy másik szülő, beleültél a nyakába, és akkor együtt nyitottátok a riglit. Igen. Na, Szandra. Igen. Szokott menni, Oven bácsi, Beru néni? Szokott, általában itt a gyermekemmel szoktuk megfejteni, és ő kért, hogy akkor most próbáljam már meg élőben is. Az a gyermeked, akivel most mész az óvodába? Így van, ő 6 éves lesz majd januárban. Hát milyen agyad van, János? Na jó, de Óven bácsi, Beru néni. Hogy mennyire döbbenetes vagy, hogy viszi a gyereket az óvodába, és a gyerekekért, hogy fejtse meg, és ott van a gyerek. Ezt szeretem benned, hogy penge vagy. Na de érted, hogy úgy 6 éves gyerek, aki ismeri a zenéket, miközben te például azt mondod mindig, hogy minden AC/DC egyforma. Szerintem, hogy aki egy AC/DC dalt hallott, az összeset hallotta. Igen, jó az AC/DC, de ez így van. Hogy hívják a kis lurkót? Szandikának, Alexandra. Szuper, Alexandra, Anna. Édesen, cuki vagy.
mit kiabált? A nevét gondolom, ugye? Igen, igen, a nevét kiabálta. Na, ő beszélgetne velünk egy kicsit, szerinted? Szerintem beszélgetsz a Balázsékkal? Igen. Jaj, de cuki. Szandi, hogy hívják? Szandi? Szandra. Szandi. Sziasztok! Hello, de helyes vagy. Hello, hány éves vagy? Hover Alexandra Annának hívnak. Anna vagy Hanna? Hanna vagy Anna? Anna. Anna. Figyelj, Anna, és meg szoktad ismerni a zenéket a feladványban, amiket mutatunk? Igen. Uh-huh. Te milyen zenét hallgatsz? Mit szeretsz? Mi most a menő nálatok? Karácsonyi dalok. Anya, ne súgjon. Karácsonyi dalok? Aha. Igen. Énekelsz nekünk egyet? Igen. Na. Kis karácsony, nagy karácsony. Édesem. Kisültem a karácsony, ha kisült már idevére, hogy egyen meg melegíte. Jaj, de szép a karácsony. És kiderül, hogy a férje változtatta. Hagyok rajta, hagyok rajta. Sanyi. Ő a nyitottam. Iszonyú, iszonyú ügyes itt vagy egy és cipő, aranyos. Ott egy gyertya, vagy hogy van? Itt egy csillag, ott egy gyertya? Jaj, de szép lapát. Nem, itt egy lapát. Itt egy szép gyöm, ott egy lapát. Egy cipő, ott egy létra. Jaj, de szép akarát. Egy elemes konyhapultó. Ügyesek voltatok, hát egy tartott bejelentek. Nagyon cuki a kis csaj. Igen. Alexandra, Anna, így is kap tőlünk valamit, jó? Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Most nem vagy féltékeny a lányodra, hogy elvette a csillogást tőle. Dehogy, na. Most már visszaváltoztathatja a hangját a férjed, Sanyi. Hihetetlen, mit meg nem tesz a családotok, hogy szórakoztasson minket. Ez a Sanyi nagymóka mester. Igen, Hélimos Luffy után. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni, jó? Hát, ezt így elsőre nem tudnám meg, hogy mit csinálnak. Hát, hajat szárítanom. Igen? Aha. Ha hajszerító? Vagy porszívó, minden eset elég beteg hangja van, egy kicsi gépszerviz ráférne. Jó, mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyeljetek! Na, mit mond a kislány? Vegyük le az effektet kicsim. Hát, van egy tippünk. Na? Még egyszer meghallgathatjuk? Persze, mutatjuk. Ez az It's My Life, Bon Jovi. Hogy? Ha marha ügyesek vagytok. Én egyébként nem tudtam volna ennyiből megmondani, pedig annyira triviális. Majdnem mindet így kitaláltam, csak azt hittem, hogy annyira parács leszek, hogy majd nem fog menni, de... Nagyon ügyi voltál, Szandi is tudta? Ő is mondta? Igen, igen, hogy tudja, hát ezeket mi nagyon hallgatjuk ezeket a zenéket, úgyhogy... Hallgat Bon Jovit is? Nagyon muzikális a gyermekem, úgyhogy... De jó. Na, ügyesek voltatok, megvan az ajándékcsomag. Ezt küldjük nektek. Morning Show-s Klassz FM-es relikviák lesznek benne. Jó? Jaj, de rendesek vagytok. Köszönjük szépen. Szandi, örül ezeknek? Vagy gondolkozunk még valamin, hogy beletegyünk valamit? Csak most így gondolkozom, hogy mit tudnánk még, de szerintem ebben van egy csomó minden. Biztos, hogy talál olyat, aminek örül. Biztos találunk benne. Jó. Biztos találunk. Köszönjük szépen. Mi köszönjük a játékot. Hogy játszottunk, tök jó volt. Ügyesek voltatok. Ügyek nagyon. Voltatok. Köszi. Jó utat, ciao. Köszi. Hello, sziasztok, ciao. Feri, hol van? Hibernáltatok az utókornak? Nem, már tegnap kiengedtük. Ő most a vörös alapon aranykeresztes cégnél van. És lesz most bejelentkezése? Lesz bejelentkezése. Lesz majd. Mindjárt hallhatjuk, hogy mit is csinált ő. Mennyire ügyes volt ez a kislány? Nagyon helyes volt. Tök lányos lett volna, bedurantja. És milyen szerinted, Száni? Szerintem a Cannibal Corpse-től a Hammer Smashed Face. Igen, mekkora lett volna, bemondja. Igen. 4 perc, szóval pontosan 8 óra. Csütörtök van? 8 óra van? Mit jelent ez? Csak nem lesznek száműzve az ek. De így van, az elmentes övezettel folytatjuk. 8 óra után jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt pontosan 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani. Szia Bali. Gondolkoztál a nevemen, te szemét? Nem. Gondolkozol a nevemen. Szia Bali. Szia, ránézés. De szép.
Bali. Azért 20 év után nekem egyből megy a neved. Hello mindenkinek, jó reggelt, Feri nincs. Feri dolgozik, száguld és hasznos, nagyon érdekes. Sokan szeretnének ilyen munkát. Igen, hasznos, érdekes riportokat készít egy bizonyos cégről, egy bizonyos múzeumról, és ezeket lehet hallani majd a reklámblokkokban, illetve 9 óra után kicsit rá is csörgünk, hogy érzi magát, mit csinál, és mind van már túl. Dolgozik, itt van velünk, csak egy külső helyszínen van. Hanganyagokat gyárt, nagyon lelkesen. Van egy hallgatónk, Ági, akinek van friss közlekedési híre. Hello, Ági, jó reggelt! Így van, jó reggelt, szervusztok! Szervusz, Ági, parancsolj! Azt szeretném csak tájékoztatásról elmondani, hogy aki a Hungária körút felől az ajtós időre soron halad, az ajtós időre sor és a Hermina út kereszteződésében, ugye Zuglóban van, 2 darab autó karambolozott, jelenleg is folyik a rendőri helyszínen is, tehát az ajtós időre sorban egyenesen a város felé nem lehet behaladni, mindenkit leterelnek a Hermina útra. Jó, oké, Ági, köszönjük szépen, jó utat neked, köszönjük, elmondtad. Rendben, köszönöm, szia, szia. Ciao, hello, hello. Veresegyház Vác vasútvonalon 20-25 perc késéssel járnak a vonatok. Ezt mivel magyarázza, már ellopták az orkok az áramot? Kérdezi egy hallgató, igen. A parlamentnél megállítják a forgalmat az építkezés miatt, és az Erzsébet híd felé is áll a pesti rakpart. Ezt Kupa küldte nekünk, köszönjük szépen. Gyöngyösön a Karácsonyi út után trafi, Bagi Janci üzeni, és M6 Dunaföldvártól Pécsi gút, alagutak környékén lassítani érdemes, 90 km/h, ködnek már, nyoma sincs, ezt Fa Bandita küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, csütörtök van 8 óra, ez ugye egyetlen egy dolgot jelent, újra felveszünk a kesztyűt, leszámolunk az átverésekkel, harcolunk és harcba hívunk mindenkit, és próbálunk segíteni a hallgatóinknak, hogy az élelmiszeriparban milyen átvágások vannak, hogy próbálják megtéveszteni a fogyasztót, mire kell odafigyelni, és a jó az ugye nem mindig feltétlenül azt jelenti, hogy valami drágább, de ezzel néhány embernek kinyílik a szem, és tudatosabban választ, akkor szerintem ennek a rovatnak már van értelme. Mentsetek meg minket, kérlek! A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyez, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Én itt vagyok. Számíthatok rám a harcban? Veletek vagyok, segítek. Köszönjük. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk! Hello. Jó reggelt mindenkinek! Hello Gábor, Tóth Gábor élelmiszeripari mérnökünk pedig már megérkezett, és jönnek a kérdések. Hozzád ugye beszéltünk arról, hogy ma a nagy hamisításokkal foglalkozunk, illetve a beigli hamisítással, hiszen szezonja van, mindenki vásárolja, hatalmas a kínálat, és hát ahogy lehet látni itt különböző beigliken, amiket mi is betároztunk, ugye megindult a fogyasztó masszív átvágása, ugye mondhatjuk? Hát lényegében akcióba léptek technológusok, mondhatjuk, az élelmiszeriparban nagyon sok titok van, és ezeket most elég komolyan kiaknázzák, ahogy nézem a piacot. Igen, a vegyészek, a technikusok és mindenki dolgozik, hogy elhitesse velünk, hogy az az íz, amit érzünk, az valójában az, ami rá van írva, és nem valami más. Érdekes dolgokról fogunk beszélni. Na, de ha már itt vagy, ugye a héten nagy port kavart, erről egy kicsit beszéljünk, ugye ez a gesztenye püré átverés. Hát ez egy rohadt aljas dolog. Nem? Igen, a gesztenye az jól adalékolható, hamisítható, és ugye rizsliszt és burgonyaliszt került bele, és ezzel a gesztenyét kiváltották, mivel a gesztenye aromát is tartalmazott termék, ezért nem vesz észre senki. Igen, csak ez a került bele, ez tulajdonképpen kicsit úgy hangzik, mint amikor létszál az ember levesébe, ugye kvázi benne van a véletlen faktor. Na most azért itt több kilónyi, 10 kilónyi rizsliszt, meg nem tudom mi volt benne, tehát ez egy tudatos. Igen, csak ott a lénynek az állaga az feltűnik, itt meg ugye a burgonyának hasonló jellegű, mondjuk a főtt burgonyának az állománya a gesztenye masszájéhoz, és azért nem tűnhetett föl, főleg úgy, hogy ugye, ahogy Gábor is mondta, gesztenye aromával pótolták. Az igen, sajnos szándékosan teszik hozzá, és a fogyasztó időnként úgy érzi, hogy ő képes felismerni a hamisított terméket, de ma már ez nem így van. Olyan komolyan képesek hamisítani, de a virtuális beiglit, virtuális gesztenyemasszát, hogy nem fogja a fogyasztó észrevenni, tehát itt már kell egy kicsit a fölvilágosítás. Hogy jöhetek rá? Tehát, hogyha mondjuk ez nem derül ki,
akkor és bárkinek bármilyen allergiája van például, mondjuk tegyük föl a lisztre, vagy a rizslisztre, vagy bármire, és ő megveszi, mert nem tudja, hogy ebben az van egyébként. Tehát, hogy itt amellett nyilván, hogy ők ezzel profitot termelnek, amellett nyilván, ha valaki olyat fogyaszt, amire ő allergiás, ezzel komoly egészségügyi károkat is okozhatnak, igen, lényegében, nem? Lényegében erről van szó, de nagyon-nagyon ravasz volt a gyártó, mert a rizsliszt és a burgonya liszt az nem allergén. Nem allergén. Tehát nem olyan, mint a liszt a nem sójafehérjét és nem glutént tett hozzá, egyébként azzal is hamisítanak, mert azzal akár bíróságra is mehet a gyártó, hogyha valaki mondjuk befulladt tőle, de itt más a helyzet, és sajnos emiatt ezek az említett lisztek, ezek elég gyakran a hamisítás alapját képezik. Egy kicsit hasonló a zsemlemorzsa is, később majd az is szóba kerül a bejegli kapcsán, bár az gluténtartalmú, de gyakran az édes és a nem édes zsemlemorzsákkal is hamisítanak. Ez egy legális, ez nem hamisít, egy legális dolog, hogy hozzá lehet tenni a zsemlemorzsát, a búzalisztet a termékhez és a krémekhez is. Bocsánat, csak annyit akartam még hozzátenni, hogyha abban az esetben, ha mondjuk nem egészségtelen, de át vagyunk verve, az sem jó. Mert ugye, vagyunk őszintén, tehát amikor az ember kifizet mondjuk nem kevés összeget egy gesztenyés beigliért, akkor ő gesztenyét szeretne abból fogyasztani, és nem pedig burgonyát, ami mondjuk a gesztenyének, ahogy nézem, a 850 és 1100 forint között van a kilónkénti ára, míg mondjuk a burgonyai 130 3 és 180 között. Így szeretném azt hozzátenni, hogy a gyártó nem akar börtönbe kerülni, ezért a hamisításnak azokat a módszereit alkalmazza, ami nem hoz azonnali halált létre a fogyasztó esetében, hanem esetlegesen még talán allergiát is kevésbé. Egyszerűen csak pénzt hoz a konyhára, és az ízében nem sok változás történik, a fogyasztó kvázi elégedett. De beltartalmi értékében egy szülő a gyermekének ad egy gesztenyés vagy egy mákos beiglit, és a gyermek fele annyi mákot kap bele, vagy fele annyi gesztenyét, azért bocsánat, de ez nem mindegy. Hát nagyon nem. Hogyne? Még ha nincs is egészségkárosító hatása valójában. Hát ez hazugság. Ez hazugság. Az a kérdés, hogy, és gondolom a kedves hallgatók is kérdezik, hogy ez, hogy te is Balázs, hogy hogyan jöhetünk erre rá. Éppen előttem van egy beigli. Mindjárt elemezzük őket majd, és igen. A címkén sok minden rajta van, de nem minden, nem teljesen minden, de azért a fogyasztó elolvassa a címkét. Ma már azért azt mondom, hogy rá lehet jönni. Majd, hogy elemezzünk egy-két címkét, akkor mondok néhány példát. Ebben akarunk segíteni mindenféleképpen. Ugye baromi nagy szezonja van a beiglinek, hamarosan mindenki vásárol. Jó esetben, ugye, ha valakinek van egy drága nagymamája, anyukája, akkor otthon megy a sütés-főzés készülődés. De ma már egyre többen választják azt, egyszerű, nincs vele macera, megveszik. Egy diós, egy marcipános, egy mákos, szépen megveszed, nem kell sütni, felmelegíted, és kis cukorra megszorva lehet tálalni ugye karácsonykor. Mielőtt ebbe belemennénk még, egy-két olyan nagy klasszikus hamisítást mesélj már el, amit te már azért itt mondtál, amikor itt voltál, mondjuk fél vagy egy évvel ezelőtt, de számomra mindig megdöbbentő, amikor mondjuk így a könyvédet olvasom, vagy bármilyet, ahol ez szóba jön. Egy-két ilyen szinte már közhelynek számító nagy átverést, ahol rettenetesen megtévesztenek és átvernek bennünket, és az ízre, meg az ízlelő bimbókra alapozva hazudnak orbitálisan nagyon. Igen, emlékezem, mikor nagy port kavartunk ezzel a bizonyos bíbortetűvel, a kárminsavval, ami sokakban undort keltett, én is utána kaptam leveleket, mert sokan nem tudták, hogy ez a természetes alapú színezék, ez végsősoron tetveknek a testnedvéből származik, és kárminsavnak hívják, tehát szép elnevezést kapott. És itt ugye ráírják, hogy természetes alapú színezék? Vagy természetes színezék. Eredetű. Természetes színezék. Eredetű színezék. Igen, megengedi a törvény, de nyilván az, hogy bíbortető, hogyha ráírják a termékre, akkor az nem biztos, hogy keresett termék lesz. Mit színeznek például bíbortetővel? Vagy milyen szint ad a bíbortető? Ezeket én tudom, nyilván csak kérdezem, hogy sárgás, pirosas szint ad a bíbor. Az a helyzet, hogy a kárminsav révén olyan szint lehet nyerni a joghurtok esetében, amit még az eredeti nyersanyaggal sem tudsz végrehajtani. Azért ez elképesztő, nem? Hogy például sokan, és nyilván mindig mondjuk, hogy nem mindenki, vannak olyan gyártók, akik természetesen nem, de sokan, például egy epres joghurtnál a színes szint, a piros szint, azt a kármin tetűből kinyert, illetve a bíbor tetűből kinyert kármin savval nyeri, ugye? Igen. Igen, azért képzeljünk már magunk elé, bocsánat, egy olyan joghurtot, amit leveszel a polcról bent az áruházban, és mondjuk a joghurtos fólián nem egy eper darab látható, vagy egy néhány szép eper, ahogy rajta csillog, hanem a bíbortetű. Hanem egy bíbortetű. Bíbortetű. És ebből bíbortetűvel ízesítve. A kárminsav, és ebből csinálják például az epres joghurtot sokan, nem mindenki. Ugye? Így van. És a helyzet az, hogy ezek a joghurtok, mivel színesek, azt a látszatot keltik, hogy egészséges a termék. Ugye most a színes termékek piaca van, tehát a fehér termékek
kellenek, vagy a szintelnek most már nem annyira kellendők. A másik az almasűrítmény. Az almasűrítményt, ha vákumban átviszed egy bizonyos hőcserélőn, akkor abból szintelen, szaktalan almasűrítmény lesz, ez egy gusztustalan nyúlós folyadék lesz, vagy sűrítmény, és ehhez bármilyen színezéket és állományjavítót és aromát adsz, ebből ízűszörpök jöhetnek létre, tehát málna ízű, eperízű, bármilyen szamócás szörp létrejöhet, vagy egy pár százalék gyümölcsöt hozzátesznek. Ugye régen a KGST piac idején almasűrítményből voltak a szörpök, most is azért lehet látni a szörpökön, hogy almasűrítményből készülnek. Egyébként az almát, és az almapektint hamisítás. Hozzáteszem, hogy tök jó, hogy ez inkább a flóra és nem a fauna, tehát hogy ez legalább növényi eredetű és nem állat. Igen. Miből csinálják, erről is beszéltünk, de ez is érdekes, hogy például magát az epret vagy az epervelőt. Ez is egy nagy klasszikus hamisítás. Ugye hát ennyi eper a világon nincsen, amennyi csak mondjuk Európába belekerül a joghurtokba vagy az italokba például. Igen, van egy speciális technológia, itt inkább az eper aroma gyártásról eper van aroma. Szó. Ugye a fűrészpor, a fakéreg, ezek segítségével hoznak létre különböző aromákat. De kiderült, hogy a trópusokon számos olyan növény van, aminek a kérgéből aromákat lehet gyártani, és ezek az aromák nagyon hasonlóak a gyümölcs aromákhoz, sőt, a vegyész már nagyon hasonlót és azonosat tud létrehozni belőle, aki ma már nem kell eper az eper aromához. Ez a fakéreg tulajdonképpen? Igen, bizonyos növényeknek a kérgében van olyan anyag, aminek a segítségével. Erről sajnos nem mondhatok többet, de a lényeg az, hogy a titok az itt is megvan. Azt a mindenit. Mi a mag sokszor például? Az eper joghurtnál például ugye ott van a magélmény, amiből én fogyasztó azt gondolom, hogy de jó, benne van, hiszen itt van a maga számban. Igen, amikor kisajtolják a gyümölcsöt a léüzemben, akkor a gyümölcsöket megszállítják, és joghurt, jégkrém fagylalt üzemekbe szállítják, és innentől kezdve, mint szállított mag kerül vissza a termékbe. A gasztropszichológus, tehát a táplálkozás lélektannal foglalkozó szakember jól tudja, hogyha a fogyasztó magot észlel a fagylaltban, jégkrémben, joghurtban, akkor azt eredetinek tartja. Azt a mindenit. Ugye, és ott van a magélmény, mire gondolsz te, mint fogyasztó, hogy de jó, hát érzem a magot, hiszen ez benne van. Ott a piros szín, mire gondolsz, fogyasztó, hogy a piros szín meg a mag nem lehet más, mint eper. Az egyik a bíbortetű, sokszor nem mindenkinél, tesszük ezt hozzá azért természetesen, a másik pedig egy fakéregből kinyert eper aroma. Ha már a nagy élelmiszer átverésekről beszélünk. Abban az esetben, bocsánat, hogyha a bíbortetűről van szó, illetve annak az abból kinyert kárminról, akkor ennek van nyilván egy E-száma, ugye? Így van. Így tehát, van, hogy ezt elviekben mi a címként látnunk kell. Igen, csak nem a biztos már, hogy az eltírja be, hanem azt írja neked, hogy természetes vagy természet azonos aroma, és akkor már te azt látod, hogy nincs benne, pedig van, csak ő már a nevén nevezi, nem? Így van, biztosan nem is mehetünk. A törvény megengedi azt, hogy természetes eredetűnek tartsuk a bíbortetű festékanyagát. Hiszen nem hazudsz, természetes eredetű. Igen. Hát az állat. Ez ott érdekel, vidáman, természetes eredetű. Te nem állítasz valótlanságot. Csak nem mondod el, hogy valójában miről van szó, ugye? Hát ebben ez a megdöbbentő. Igen, ezek a kvázi legális megoldások, tehát az ipar most ezen a mesdjén táncol, hogy elképesztő. Ilyen és ehhez hasonló technikákat alkalmaz, mert a fogyasztó a szín, a térfogat az íz alapján választ gyakran, termékemléknek nevezzük a szakmában, nem mindig a beltartalom alapján, de én remélem, hogy a kedves hallgatók megnézik majd a csomagolásokat is. Ez a rovat, ez erről szól. Soha nem azt mondjuk, hogy egy termék ez vagy az rossz. Én azt mondom, hogy legyen lehetősége a hallgatónak választani. Tudja azt, amiről mi beszélünk, nézze meg, gondolkozzon egy picit, mielőtt leemeli, vagy vegyen egy nagy túr joghurtot, és vágjon bele kettő darab almát. Nem? Tehát, hogy csak egy picit kell gondolkodni, és senki ne higgye, hogy sokszor a gondolkodás egyébként egy drágább fogyasztást, egy jobb életminőséget hoz maga után, mert nem erről van szó. Mi nem azt mondjuk, hogy ne vedd meg a 60-at, vedd meg a 300-asat, hanem azt mondjuk, hogy gondolkozz, mert lehet, hogy nem a 60-asat kell megvenned, csak a 40 forintosat, és abba belevág mondjuk egy darab almát. Tehát, igen, hogy nem a drágább felé tolunk soha senkit, csak a választás lehetőségét akarjuk megadni. Így van, egy picit vissza kell térnünk a nagymamáink módszereihez. Az én szüleim még lekvárt tettek a joghurthoz, és így hoztak létre gyümölcs joghurtot lekvárok révén. Ma már az ipar végzi ezt el, és nem köti az orrunkra, hogy ez miből van. Fölírtál még magadnak valamit a hamisításokkal kapcsolatban? Gyümölcslevek, például erről beszéltünk, narancslé, ugye mi sokszor isszuk ezeket a 100%-os narancsleveket, benne vannak valamilyen darabok. Azt gondoljuk, hogy de jó, érzünk valamilyen velőt. Igen, ugye itt a sütőtök, a sárgarépa kerülhet elő. Ne felejtsük el, hogy nagyon sok léüzem van. Ugye az üzletben találhatóak sárgarépa levek, sütőtök levek, káposztalevek. Mi lesz a rostjukkal?
A rostjukat, ezeket a rostokat, amiket ugye a légüzemek mint melléktermék előállítanak, ezeket keverik vissza végső soron rostos levegbe, vagy keverhetik vissza. Hmm. Nyilván olyan arányban, hogy ez ne, azt ne lehessen észrevenni, és egy kis aromával, mondjuk a narancslében és narancsaromával azért lehet létrehozni eredeti ízeket. És ezért azért is érdekes ez a dolog, mert ezeket a gyümölcsleveket aztán drágábban adják el, mint az úgynevezett szűrteket, amikben nincsen ez a egyébként élelmiszeripari melléktermék, ami valószínűleg normál esetben takarmányozási célokat szolgál. Így van, így van. Nagyon sok melléktermék képződik az iparban. Ezek a csutkák, ezek a kukorica csutkák, egyebek, amikből módosított keményítőt tudnak gyártani, pektint tudnak gyártani, és ezek drágában eladható termékekként kerülnek forgalomban. De ha szabad a gesztenyéről még annyit, hogy már emlékeztek, hogy a régiek tettek vörösbab velőt is a gesztenye masszához. Hát babot főztek nagyanyáink, és a vörösbabnak a főzött velőjét keverték össze valamennyi gesztenye pürével, talán egy 20%-ban, és így egy gesztenye ízű anyag állt elő, ami ugyanakkor sokkal olcsóbbá vált. Tehát van ilyen hamisítási módszer, nem mondom, hogy az iparban mindenhol babot használnak, de előfordul, és ezért puffaszthat a gesztenye velő időnként. Mert hogy bab van benne. Csak még egy mondat, és utána hírek után rátérünk a beiglire, mert hogy ezzel is akarunk foglalkozni, csak a gesztenye elindított egy ilyen nagy hamisítási dolgot, és érdekes dolgok vannak, hogy elmondtad a gyümölcslénél, hogy ugye külön zsákokban, fóliákban, üvegökben, tartályokban hozzák az aromát. Ugye? Tehát, hogy megvan külön maga a gyümölcslé, megvan maga a víz, amit hozzáadnak, és nagy tartályokban gáz, nemű, légnemű aroma érkezik, és azt teszik bele a gyümölcslébe sokszor? Így van, érkezik a gyümölcs, több lépésben érkezik, több formában érkezik. Olyan, mintha egy embernek érkezne a feje, aztán a teste, majd a lába. De hát a gyümölcsnek is különböző részei különböző módon érkeznek, de azonos tételszámmal, tehát egyik hordóban van ez a... Jobb, ha nem látjátok, hogy néz ki az a narancs, ilyen gusztustalan, ragacsos narancs massza, uh-huh. aminek van színe, de semmilyen íze nincsen. Megkóstolt vízíze van, és mellett érkezik azonos tételszámmal a saját aromája, ami viszont nagyon erős narancsaroma, és nagyon intenzív, és ezt a kettőt keverik össze, keverik egybe, ioncserélt vízzel, és ebből lesz a 100%-os narancslé. Na, hát, akkor egy kicsi szünet mindenkinek, jó? Rögtön hírezünk egyet, és aztán, amiről akartunk beszélni, hogy a beigli hamisítás, mi a jó, mi a nem, hol vágják át a fogyasztót, mire kell figyelni, ha valaki beiglit vásárol, ezzel folytatjuk Tóth Gáborral a beszélgetést. 8:30 pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, drága hallgatók. Feri ma nincs, 9 óra után hívjuk, dolgozik Serényen, és küldi át az anyagokat, amiket a reklámblokkokban lehet hallgatni. Kint van az Aranykeresztes Múzeumban. Ez egy kicsit tág, piros alapon Aranykeresztes Múzeumban van, de a reklámblokkokban lehet hallani, hogy mit csinál, dolgozik. Így van, gyomor keserű sorsa van neki. Na, Trafipax az M7-esen Nagykanizsa felé, a 145-ös kilométernél, és az M6-os 142-es kilométerénél is szintén fotóznak. Egyelőre ezek a közlekedési híreink. Ha kicsi több jönne, örülnénk neki, mi a helyzet a hidakon, nagyvárosokban, strádákon, Budapesten kívül, küldjetek közlekedést, hogy tudjunk segíteni. Na, mi pedig ugye a nagy élelmiszer hamisításokról beszélgetünk. Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök a vendégünk. Csütörtökön mindig 8 órakor van ez a rovat, az elmentes övezet, küzdés, a hamisítás, a fogyasztó átvágása ellen. Szemek és vásárlói szemek, háziasszonyi szemek felnyitása véget leginkább. És ugye a beigliről kezdtünk el, most fogjuk majd kielemezni, hogy a fogyasztó honnan tudja, hogy hol vágják át, ha például a beiglit vásárol. Csak még egyetlen egy kérdés jött, ami nagyon érdekes, a hamisított gesztenye masszához kapcsolódva. Ugye erről beszéltünk, hogy a rizsliszt és a burgonya keményítő, amit mondjuk beleraknak a gesztenye masszába, az brutálisan megemeli a vércukorszintet is. És nem tudom, hogy ők föltüntették-e, hogy ez benne van, vagy úgy hamisítottak, hogy egyébként nem tüntették föl, mert ha ezt megveszi mondjuk egy ember, aki cukorbeteg, ott nagy baj is lehet, nem? Igen, ez így van. Amikor hamisításról beszélünk, akkor nincs rajta a címkén. Azért mondjuk, hogy hamisítás. Uh-huh. Nem beszélünk hamisításról, amikor a címkén föltüntetik, hozzátesszük, hogy az sem mindig etikus megoldás. A rizsliszt és a burgonyaliszt megemeli gyorsan a vércukorszintet. Nagyon jó volt a hozzászólás, és külön én is köszönöm, mert valóban, aki diabétesszel, cukorbajjal küzd, az a hamisított vagy a rizslisztes gesztenyepürét nem vásárolhatja, vagy nagyon-nagyon komoly korlátokkal fogyaszthatja. Ezért is egy szemét dolog ez, ugye? Nem csak azért, hogy ugye tulajdonképpen nekik nagyobb profitjuk legyen, hanem közben ennek akár lehet egészségkárosító hatása is, ha például valaki cukorbetegként ezt megveszi. Oké. Na, beigli, ugye hát ezért jöttél ma tulajdonképpen, hogy erről is beszéljünk,
Ugye minden polcon, mindenhol mi is hoztunk egy csomó félét, Beigli üzem. Hát ez is egy óriási biznisz, én nőtte ki magát, rengetegen vásárolják. Ugye sokan mondhatják legyint, hogy jó, hát persze otthon meg kell sütni, és akkor nincs baj, de mégis, hát ez egy hatalmas iparág, cukrászati üzemekben, hiperekben, mindenhol mindenki Beiglit csinál. Na, itt mire kell odafigyelni? Egyre többen vesznek Beiglit azért az üzletben is, tehát nem mindenki otthon süti. Magyarországon van Beigli törvény, ha hiszitek, ha nem, és ez meghatározza, hogy a tölteléknek az aránya minimálisan mennyinek kell lennie. 40%-nak egy normál Beiglinél, és 50%-nak kell minimum lennie egy különleges, egy kiemelt prémium Beigli esetében. Igen, én a különleges Beigli törvényt azt olvastam, ilyeneket tanulmányozok, mondhatod, Jani, hogy nincs teljesen ki a négy kerekem, hogy... de nagyon érdekes, mert ott megszabják, hogy mennyi kell, hogy legyen a töltelék, és ha diósnak hívod, akkor minimum 50% dió kell, hogy legyen benne. Na de bocsánat. Igen? Ez most a különleges. Ez a százalékos arány, ez a töltelék és a tészta arányára vonatkozik, ez nem a tölteléknek az alkotóelemeire. De, arra is vonatkozik. A különleges beiglinél elmondja neked, hogy legalább 50% a töltelék mennyisége, és a különleges beiglinél azt is elmondja, hogy a termék megnevezésében szereplő, a töltelék jellegét meghatározó anyag mennyisége minimum 50% kell, hogy legyen. De ez a különleges. Mi most az általános beigliről beszélünk, ugye? Igen, mi a gyenge beigliről beszélünk, a gyenge minőségű és silány beigliről beszélünk. Az a helyzet, hogy a töltelék néven is ezt a fogyasztónak kell ismernie, a töltelék az nem ugyanaz, mint a dió vagy a mák. Tehát a diós beiglinek a tölteléke az nem csak dióból áll, a mákos beigli nem csak mákból áll, sőt, egyre kisebb a dió és a mák aránya. Tehát mutatok egy nagyon egyszerűt például. Diós beigli, vettük egy hiperben. Ott van 50% töltelékkel. Mit csinál a fogyasztó? Azt mondja, hogy de jó, ebben van 50% mák. Ugye? 50% töltelékkel. Csak egy kicsit beleolvasol a címkébe, és azt látod, hogy mák 22%. Miközben nagy betűkkel egyébként a beigli rajta van, és ez a megdöbbentő, hogy 50% töltelékkel. Ugye? Így van. És 22%-a csak a mák. Tehát mi a másik, nem tudom, 28. Igen, mert itt is azért megtévesztettél az embert, hogy töltelék alatt te azt érted, hogy ez dió, mák, vagy gesztenyer. 50% töltelékkel. És közben nem. Ugye, Gábor? Hát kérem szépen, azt hiszem célhoz értünk. Lényegében a margarin, a különböző dara alapú termékek, tehát búzadara, és az édes zsemlemorzsa, az, amivel kiváltják, úgymond hamisítják a tölteléket. Tehát magyarul kenyér. Lényegében igen, de mivel mák aromát és dió aromát, ezen felül egy kis rum aromát és citromhéjat, vagy citromhéj aromát, illetve szegfűszeg aroma és fahéj kerül bele, a fűszerek miatt az ember úgy érezi, hogy valódi a töltelék. Tehát túl fűszerezik, túl rumozzák időnként, vagy rum aromázzák, inkább így mondom, és a minőségi mák és a dió pedig hiányzik. Esetleg vannak olyan alternatívái a diónak, mint a napraforgó magliszt, mint az egyéb olyan olcsóbb lisztek, amelyek szintén lehet kapni, úgy tudom, hogy ilyen de jóhoz hasonló néven kaphatóak ilyenek, tehát a diót ki lehet váltani azért más alapanyagokkal. Jól nézze meg a kedves vásárló és hallgató, hogy hány százalék benne a mák és a dió. Számomra az édes zsemlemorzsa az, ami egy picit problémás. A margarin mellett, és hát nem kevés cukor van benne, ugye a cukor arányát emelik a termékben. Ezáltal kötött szilárd terméket kapunk. A termék nagyon jó ízű lesz az aromák és a fűszerek miatt, de nincs benne értékes anyag. Igazából ez egy duzzasztott dara, püré, és hát ebbe is használhatnak ugye rizslisztet, szójafehérjét viszont, ezt gyorsan elmondom, hogy itt nem használhatnak, a beigli törvény tiltja, hát ha találna valaki szójafehérjét, mondjuk egy hatóság szójafehérjét a beigliben, akkor az azonnal büntetett, és az hamisítás. Tehát azt nem tehetik be. Azt nem tehetik be. Hmm. Mi van, amikor azt olvasom például egy ilyen 22% mák, már ugye az ember bizonytalan, hogy például az, hogy alma. Igen. Ugye megörülsz fogyasztóként, hogy de jó, van benne almát, ez tök jó. Almás, alma. Beigli. Hát van de benne eredeti. Alma is, milyen kedvesek, hogy tettek bele nekem almát. Az almalé üzemekben tonnaszámra képződik az almarost. Az almarostot használják töltelék dúsításra az iparban. Én most számokat nem fogok mondani, de elképesztő jó üzletet jelent egy töltelékgyártó soron az almarost, az alma törköly liszt adása, mert ízfokozó. Tehát a dió ízét emeli. Nem véletlen, hogy a háziasszony is kever időnként gyümölcslekvárt, almavelőt,
szilva lekvárt, egyebeket, megy lekvárt a bejegli töltelékében, mert ízfokozó hatása van. Az alma rostjainak, az almának is ilyen hatása van. De itt ebben az esetben azért el lehet mondani azt mondjuk így megvédve őket, hogy legalább itt semmiféle egészségi károsító hatása nincsen. Így van, ugyanakkor eszmeileg etikailag ez problémás, mert a dió ára és az alma liszt ára az óriási különbségeket mutat. Ez tehát üzlet. A silány bejeglik alma alapanyagból készülnek, és ahogy mondtam, liszt alapanyagokból készülnek. Igen, itt ugye megint mit mondtad, hogy de jó, legalább van benne alma. Ezzel nincs baj. Csak neked azt mondták, hogy dió lesz benne, igen, és nem alma. Ugye? Tehát nem arra kell gondolni, hogy nekünk már az alma se jó, vagy mit teszik a Gábor fényjel táplálkozik, ha már az alma se jó. Persze, tök jó az alma. Azzal nincs baj. És ezért amikor neked diót ígérnek, és te azt hiszed, hogy diót is, a silány minőségű almát eszed, amivel effektíve nem biztos, hogy egészségtelen dolgot eszel, csak te nem, tehát akkor almás beiglit vennél, ha almás beiglit akarnál lenni, és nem diósat. Ebben ez az átvágás. Ezért kerül ez is felébe harmadába, mint mondjuk egy minőségi beigli. És 900 vagy 1000 vagy 1100 forintos rúdnál, vagy beigliféle képződni, hiszed azt, hátra dőlve a karosszékedbe, hogy de jó, milyen finom, ugye? És ha tudnád, hogy alma van benne, nem adnál érte 1100 forintot. Tehát itt sosem azt kell nézni, hogy miért, hát az alma nem egészségtelen, hanem hogy 1100-1500 forintért neked egyébként almaszerű képződményt adnak el dió helyett sokszor. És akkor nem beszéltünk még ugye a szorbinsavról, a tartósítószerekről, a káliumszorbátról, a benzoesavról, a különböző színezékekről. Az előttem lévő mákos beigli receptúrában sertés zsír is van. Ugye minek ez a sok tartósítószer? Ezt nem is értem. Hát ezt az ember megveszi, kiteszi, ez karácsonykor elfogy. Romlandó? Nedvszívó hatása van a beiglinek, mint minden lisztes árunak. Könnyen romlik. A csomagolásban pláne könnyen romlik. Ezért ezt tartósítják, és citromsav is kerül hozzá. Benzoessav, szorbinsav. Az a baj, hogy ezek tartósított, tehát ezek nem igazán egészséges termékek így ebben a formában. És hát ugye olyan mennyiséget kell belőle legyártani, hogy adott esetben már egy hónappal az ünnepek előtt ezek elkészülnek és becsomagolnak. Így van, tehát a tárolással számolni kell, úgyhogy itt egészen mások a prioritások, mint az otthoni konyha technikában. Én azt kell mondjam, Balázs, hogy ez egy nagyon jó választás volt már ez a beigli, mert... Bocsánat, vannak hibáim, az egyik a felkészültség. Én mondani is akartam egyébként, hogy most már ez azért tényleg túlzás. Sok mindent lehet a szememre vetni, ebből az egyik a felkészültségem. Engem kifejezetten megleptél. Zsül, légy szíves, hozd be a szidolt, mert már nem csillog annyira a fején a glória. Hogy igen, szóval hogy a tartósítószerek, erről beszélgettünk. Fényező anyag, ugye a beigli fényező fényes. Ugye az a kérdés, hát nyilván reménykedünk abban, hogy tojással, tojásfehérjével, tojássárgájával fényezik, de ma már tudjuk a cukorkagyártás után szabadon, hogy más fényező anyagok is vannak, amiket szállítóüzemek használnak. Tapasztalatom volt, mi elvittük a Benét biorezonanciára. Én nagyon hiszek ebben, ugye tulajdonképpen azt mondja a biorezonancia, hogy minden anyagnak van egy rezgése. Ha azt egy fordított amplitúdóval visszajutatjuk a szervezetbe, akkor a rezgés rezgést kioltja, tehát mindenféle felhalmozás, ott a méreganyagot a gyerek és a felnőtt szervezetéből biorezonanciával ki lehet ütni. Mert valaki hisz, valaki nem. És elmondta nekem ott az orvos, aki csinálta, orvos és közben biorezonanciával foglalkozik, mondott valami anyagot, amit azóta sem tudtam megnézni, és kérdezte, hogy ez mi. Illetve én kérdeztem, hogy mi. És azt mondta, hogy hát nem tudja, hogy hogy kerül ez a gyerek szervezetébe, eszik-e a gyerek kalácsot? Kalácsot! És mondom, eszik. Hát, hogy miért? Hát, mondom, próbálunk ilyen kicsit jobb minőségűt, de van, amikor becsúszik. Olyan, ami talán nem annyira jó. És elmondta, hogy ami színező anyagot tesznek a kalácsra, az egy kemikália. Fényezőre gondolsz. Fényező anyag a kalácsok a tetején szép fényes legyen, nem tojássárgájával fényezik, és felhalmozódott a gyerek szervezetében. Lerakódik, és hát elváltozásokat, betegségeket idézhet elő. Sem más nem csinálsz, mint egyébként kalácsot eszik a gyerek. És kimutatta, hogy ugye X éven keresztül ette ezt a kemikáliát, és felhalmozódott a szervezetében. Döbbenet, nem? Hogy egy kalácsnál egyébként nem gondolnád. Az élelmiszer fényezők átkerültek a cukorka gyártásból a pékáru gyártásba, és ezzel is kenik egy kicsit. Hát mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánunk akkor a karácsonyi beiglihez. Tessék egy kicsit tudatosabban választani, tessék elolvasni a címkét, résen lenni, tessék gyanakvónak lenni, és nem minden állítást teljesen egyértelműen mindig elhinni. Sajnos ma már egy gyanakvóban kell vásárolni. Hát, címkét elolvasva, kiokosítva magunkat, muszáj egy kicsit felvenni a harcot, mert sokszor valójában mérgeznek. És amellett, hogy profitot termelnek, ami még csak nem is lenne akkora baj, itt már valóban mérgezésről lehet mérgeznek beszélni. És megtévesztenek. És megtévesztenek, így van. Jó, Gábor, köszönjük szépen. Én köszönöm. Ma mi volt a menü eddig? Mit ittál, mit ettél? Már ugye ezt nálad mindig megkérdezik, de most már akkor én is megkérdezem, hogy ma mit ett? Két búzacsira, egy búzafülé, három szejtán, meg két szója, mag? Mi volt a mai menü eddig? Én kókusztejszínnel zapkását fogyasztottam mazsolával, fehér mandulával. És némi fényjel. Igen, a fény az szükséges, de nem táplálkozom, hanem inkább a bőrömet éri. Nagyon helyes. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Mi pedig már is hármas ugrást játszunk.
Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Igen, csak itt írják, hogy a probléma az, hogy például allergiás vagy az almára, és nem tudod, hogy a beigliben alma van. Ugye, hát erről beszéltünk, igen, itt az előbb a gesztenye kapcsán is, a bércukornál, igen, hogy azért ez nem mindig olyan egyszerű, hogy jaj, mi a baj az almával, hát egészséges az. Itt van a játékosunk, halló! Halló, sziasztok! Hello, Kriszti! Hello, Kriszti, honnan hívsz minket? Budapest. Hallgattad a Gáborral a beszélgetést? Igen. Érdekes, igen. Nem? Hát, azért sok minden, hát nem jól teszünk meg, inkább igen. Így fogalmazok. Picit ijesztő. Ijesztő, de szerintem ugyanakkor ez mindig jó, meg mindig hasznos, hogy az ember tudja. Igen. Úgy azért el lehet talán kerülni dolgokat. Házi asszony vagy? Ha nem is mindent. Fogjuk rá. Na, jó van. Na, de akkor te például veszed majd a beiglit, vagy inkább süttetsz, vagy süt valaki a családban, vagy te hát is? Hát a sarki cukrászdából fogjuk szerintem. Na, sarki cukrász. A cukik azért kitesznek magukért a legtöbbször, hogy ők szerintem azért nem ezt a fajta hiperes szemléletet nyomják, igen. Ők finomat csinálnak. Igen, na jól van. Oké, mehetünk? Mehetünk. Jani, milyenek a kérdések? Vihető. Dedikált nyakbalkasztóért így szól az első kérdés, jó? Hány ugró versenyszám van az atlétikában? Könnyű vihető kérdés, ne törődj vele, meg lesz ez. Jézus. Négy. Négy, így van. De ügyes így van. Távol, hármas, magas és a rúd. Igen. Egyszerű, könnyű bemelegítő kérdés. Odaszta neki. A harmadikat nem fogod tudni. Na mindig. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált Klassz FM-es szatyorért. Ez egy ilyen önmagába visszahajtató háziasszonyok által nagyon kedvelt kis bevásárló szatyor, tényleg jó. Mi a neve második Erzsébet brit királynő férjének? Fülöp, így van. De jó vagy. Te ügyi vagy. Anyus ugott most gyorsan. Na, kezi csokon. Hát vagy egy szervusz, fiam. Mit csináljuk a harmadik kérdéssel? Milyen típusú? Irodalom, szép irodalom. Menjen. Így szól a harmadik kérdés dedikált Klassz FM-es sapkáért. Melyik városban játszódik a Rómeó és Júlia című Shakespeare mű? Verona. Így van. Nem erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy nem fogod tudni a harmadikat, az holnap lesz, de akkor én nem leszek, úgyhogy nem tudnak színni. Verona, így van, nem ügyi volt vagy. Örülünk? Nagyon. Jól van, Kriszti, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Köszi, sziasztok. 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 Csokolom. A Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Ügyes volt. Nagyon ügyes volt. Jó játszott. 3 perc van pontosan, 9 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 9 óra múlt pontosan, 14 perccel, vagyis 4:10 lesz 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Hello, szia, Bali! Figyelj, Jani, ha nem tudsz sütni kalácsot, ne adj tanácsot, jó? Ismerted ezt? Ha nem tudsz sütni kalácsot, nem, tanácsot. De most már betározom. Most olvastam, aki elküldte, elképesztő. M1-es Pest felé 123-as kilométer KPM van kint, vigyázzanak. Valamint ugyanezen a helyszínen, vagy egy kicsit előrébb füstöl egy kamion, úgyhogy arra is mindenki figyeljen. M2-es Vásznál Récsák felé sávzárás, munkavégzés nem látszik, ezt Manó küldte nekünk, valamint a keletinél nehézkes a haladás. Ezt nem tudom beolvasni, hát ne írjatok ilyet. Csúnyán beszél? Hát. De nagyon? Nem, csak nem beolvasható, tehát hogy na mindegy. Igen. Kösz Balázs, megállt a számban a karácsfalat, épp reggeliztünk a kislányommal, nálunk is ez volt a Liebling. Szép napot, Diai Szabina. M7-es mérnek a 67-es kilométernél Pest felé, ezt Botont küldte nekünk, és lassú a bejutás a 10-es útról, mint minden reggel. Na, csak mondom, hogy jövő héten lesz utoljára mi drága Gáborunk, és ugye mivel közeledik az ünnep, közeledik a karácsony, ilyenkor mindenki kicsit elengedi magát, mindenki eszik ezt-azt, és elég sok édességet. Úgyhogy jövő héten már most mondom, ha van kérdés, majd lehet gondolkozni rajta. A cukor, az évi 30-40 kilónyi személyenkinti elfogyasztott cukormennyiség és az édesítőszerek. Ezzel foglalkozunk majd. A különböző mesterséges édesítőszerek, a hiperaktivitás és az édesítőszerek közötti kapcsolatról beszélgetünk majd, úgyhogy jövő hét is érdekes lesz. Cukor és édesítőszerek. Na, ez nagyon jó, mert én maximálisan érintve vagyok ebben a témában is. Igen.
azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen erősen dobod a hazai cukorfogyasztást. Megdobod a hazai cukorfogyasztást, többenet, hogy te mennyi cukrot viszel be, azon meg fogsz lepődni, ki akarom neked számolni éves mennyiségre, majd meg fogsz többenni. Amikor így egyszer csak napi átlagban... Hogy visszaestem. hogy a pár évettél ezettél... Évi 100 kilóhoz képest. Hogy az egy napi, amiről nem is gondolnád, gramnyi cukor mennyisége az egy év alatt, hogy lesz 30-40 kilónyi cukor, amit te beviszel a szervezetedbe, figyelj. És azért az már nagyon sok. Most egyébként odafigyelek rá, a hétvégén elmegyünk valahova, ahol jókat lehet enni, úgyhogy erre már készülök másfél hete, meg a múltkor lehájasoztál az öltözőbe, és... Tényleg, egyébként. Nem, tőled nem megszokott mondani, kis hurkákat véletlen felfedezni rajta, és te voltál az, aki ugye mindig baromira odafigyeltél erre, és milyen kis úszógumiaid lettek. Így van. Régen meglapogatták a hátamat, és már szálka ment a kezükbe, de most egy picit fedettebb vagyok, de másfél hete odafigyelek, de csak azért, hogy most a hétvégén halálra zaválhassam. Fontos. Nem, ugye a cukorra se az a baj egyébként, hogy elhízol, mert a sportolsz mellette nem, de nyilván élettanilag azért annak vannak olyan káros hatásai a szervezetben, amik nem is látszódik, hogy megtörténik, csak közben meg roncsol, rombol, és nem is biztos, hogy te egy kilóval is nehezebben fogsz majd eljutni olyan betegségekhez, amire közben nem gondolsz. Hát a cukorban ugyanakkor ez is a megdöbbentő. Soha nem fogsz meghízni, nem vagy hízékony. De ha ennyi cukrot viszel be, annak más ágról lesz meg a következménye, ez biztos. Na de, csit! Jövő héten. Nem akartam semmit mondani. Ja. Csak szerettem volna megérinteni a szádat. Olyan jó érzés hozzányúlni. Zajlik a fotópályázat a morningshow.hu-n. Ugye ez a így sírtok ti, helyes, de ugyanakkor nagyon durván hisztiző gyerekképeket lehet feltölteni. Szenzációs képek vannak fönt. Ha valakinek van egy kis ideje munka közben, vagy akar egy kicsit lógni, érdemes a morningshow.hu-ra följönni. Hihetetlen cukik a gyerekek. Van, aki felnőtt képeket töltött föl magáról is. És sokan beírták, hogy az adott hiszti éppen miért történik. Elvették az ajándékát, nem kapott meg valamit, leesett, megették az utolsó falatot. Hihetetlen cukik a gyerekek. Ugye az így sírtok ti fotópályázat lényege, 50.000 forint a főnyeremény. Aki a legtöbb szavazatot kapja, a legtöbb lájkot, az a nyertese a fotópályázatnak. Még lehet feltölteni képeket, hogy kicsit elviselhetőbbé jobbá tegyük a hisztit, nem? Amikor hisztizik a gyerek, odamész, lefotózod, föltöltöd, és lehet, hogy ez a nagy sírás fog neked 50.000 forintot jelenteni. Így van, és itt teljesen emberi dologról van szó, teljesen hétköznap minden családos ember találkozik vele valamilyen formában, úgyhogy nem kell tőle félni, nem kell megijedni, és évekkel később egyébként ezeket a fotókat, videókat együtt lehet majd visszanézni, és jókat lehet rajta majd derülni. Mi is például tegnap ilyeneket nézegettünk otthon a családban, és nagyon-nagyon tetszettek, nagyon élveztük őket. És hát 50.000 forintért meg aztán pláne. És csak mondom, hangsúlyozom, nettó 50.000 forintról van szó. Tehát nem bruttó, tehát mínusz áfa, nettó. Igen? 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 Szóval akkor... Nem. Csak gondolkoztam, hogy elrejtsük csak egy fotót a Bennyről, ahogy hiszticik. Hát... Egyet. Szerintem nem. Nem szoktam fölrakni. Ki fogják szórni, mindig kiszúrják. Így van. Találd meg Benni. Ez lesz a következő fotópályázat. Folyamatosan vannak ügynökök, akik rajta dolgoznak. Van egy Balázs akta, és ebből él a bulvár sajtó. Igen. Érted? Na, szóval fotópályázat, tessék fölmenni, és benevezni gyereket, felnőttet, nagymamát, nagypapát, bárki, amikor hisztizik. Jó? Mi van, ami drága Ferinkel? Hol van? Dolgozik? Száguldó riporterként kint van? Igen. És őszinte véleményt fog mondani azokkal a termékekkel, amiket éppen ő is tesztel. És hát nagyon jól tudjuk, hogyha nem ízlik a koszt, nem őszinte a toast. Jó, itt a Feri. Itt van már. Halló, jó reggelt, Feri! Jó reggelt, hát szervusz! Feri! Hello! Igen, amikor megszólítottatok... Köszönöm neked, Tarza, hogy vele vagy. Amikor megszólítottatok reggel, én mindig visszaköszöntem, de nem hallottátok. Tehát veletek voltam lélekben. Ja, mert szólunk ott is? Persze, hát figyelek benneteket, viccelsz? Na. Ne hülyéskedj. Meg kell mondjam őszintén, hogy arany az én életem, tehát ugye tegnap egy fagyasztókamra, ma pedig a Cvak Múzeum, azt gondolom, hogy nagyon pozitív előrelépés történt. Figyelj, nagyon hasítasz, te ezen a héten a száguldó riporterek száguldó riportere vagy. Nagyon. Igen, ezt már nem lehet tovább száguldani. Ha ennél gyorsabban száguldanék, akkor lefogynék, de azt meg nem akarok, úgyhogy ígérem, hogy holnap reggel már visszamegyek a stúdióba. Tiszteletbeli a Cvak lettél már, Feri? Két Franz Cvak vagy?
Igen, igen, két dolgon vagyok rajta. Az egyik, hogy a kóstolóbizottságba sikerüljön bekerülnöm, tehát, mert van egy ilyen, hogy minden héten összeülnek egy kétszer-háromszor minőség ellenőrzésre férfiak, hölgyek egyaránt, és hogy oda valahogy sikerüljön magam bedumálni. Ez az egyik, amire már ígéretet kaptam, az az, hogy ezt a klasszikus, unikumos vízes ember plakátot a Szelen fogják újra fotózni. Wow, az nagyon jó, tényleg? Okay. Igen. Hát nem, ezt ők még nem tudják, de remélem, hogy hallgatja a vezetőség ezt a kis bejelentkezést, és akkor lehet majd erről is beszélni. Egyébként most pont a múzeumban vagyok, itt sétálgatok, és hát maga a dicső múlt, minden egyes pillanatát meg lehet tekinteni. Azt már mondtátok a hallgatóknak, hogy 10 után nagyon komoly játék lesz, majd a Csabinál meg a Pirosnál? Nem, még nem. Hát, hogy ti milyenek vagytok, szörnyű, komolyan. Ott ülnek a hallgatók a készülék előtt, érted, várják, hogy mit tudnak csinálni, miután ez a két remek ember, aki ti vagytok, már nem lesz adásban, és Csabi kívánságműsorát hallgatják. Tessék figyelni a kis anyagokat, amiket itt készítek, és abból az információkat kimerni, telefonálni, és VIP tárlatvezetés van a Cvak Múzeumban. Egyébként mondom, hogy ebben benne foglaltatik az is, hogy az ember lemegy a pincébe, ahol 1 millió liter unikum van, nem akartam elhinni. Mondom, hogy akkor picit hazaértél. Nem? Persze, megnyugodtan figyelj, ledöltünk itt a kollégákkal, aláültünk egy-egy hordónak. Na a lényeg, hogy kóstolás is van a múzeum látogatásban, úgyhogy ez jó. Még neked veled úgy kellene újra forgatni a reklámfilmet, hogy magában az unikumban süllyedsz el. Tehát nem a vízből kimentő ember, hanem egy úszol, úgy csak a fejed van kint. Még mindig beletrafáltatok, hogy én azt hittem, én ezt most tudtam meg, hogy az egy víz, tehát hogy vízben van az ember. Nekem szent meggyőződésem volt, hogy ez egy ilyen nagy káz tele unikummal, és azért olyan boldog az arc, aki abból előbukkan, mert unikumban fürdik. De nem, az víz, ti tudjátok jól, és előtte van, de már dolgozunk ezen, ez nagyon jó ötlet, csak az unikum, tehát abban fogok fürdőzni. Igen, és lesz előttem egy üveg ásványvíz, az unikumos üveg helyett, úgy jó? Hidratálni, vagy milyen? Igen, hát hogyha újrafotózzuk ezt a bizonyos plakátot, akkor pont megfordítjuk a dolgot, én leszek az unikumban, előttem meg egy üveg ásványvíz. Na jó, de holnap már jössz, mert hogy nincs a Jani holnap. Nem, én itt maradok most már, és a Jani is ide jön egyébként, csak neked nem mondta, tehát eddig nem árult el, mi itt leszünk holnap is, és akkor te meg egyedül régi álmodat megvalósíthatod. Azt tudod, hogy nekem nagy álmom, egyszer, hogy mind a ketten lebetegedtek. Nekem csak szóljál, én maradok szívesen. De fia, egy szabadba kezdve csak azt mondani, hogy Feri, holnap van az a nap, amikor a Jani egyébként se jön, mert ugye kiveszi rendes évi szabadságát az egy napot. Igen. Elmegy kipihenni magát egy napra. Igen, egy nagyon messzi utazást fog tenni, egy körülbelül 60 kilométer bevállal ebben az egy napban, és akkor tudod mi, te is maradj ott, ahol vagy, mondod ezt nekem, nagyon szívesen megcsinálom. Ha még csak egy lenne, mert hétfőn se vagyom. Igen. Na ne. Akkor már egészen Zsámbékig mentek, hogy lejár szervicce, herceg halom, vagy mi? Ne haragudj, Balázs, te erről tudsz, hogy 2 napot mer kivenni a férfi. Én meg is lepődtem egyébként, hát nem, tehát hogy ő azért nem nagyon szokott így pihenni igazából. Kicsit így kezdi magát elengedni, hogy a 38 000 napjából, ami felhalmozódott, 2-t kikapott, szemtelenedik nagyon durván. Csak lefelé kerekítettem, tudod, szeretem az egész számokat, és akkor 32 volt, és így akkor maradt 30. De hogy neked semmi nem elég, komolyan. Semmi nem elég. Én már csak ilyen telhetetlen vagyok. Na jó, szóval, hogy holnap már vagy, az a lényeg. Jó, megyek, benézek akkor reggel, de hogyha reggel érzed magadban a kraftot, hogy mégiscsak egyedül csinálnád, akkor csak egy SMS tudod, vissza tudok fordulni bárhonnan. Gyere felé, mert különben nem elmentes percek, hanem elmentes órák lesznek. akkor kicsinálok mindenkit 4 órán keresztül itt egyedül. Meghallgattam, zseniális volt, gyerekek, az a kérdés a végén, és hogy akkor mivel táplálkoztál ma. Ugye? Hát komolyan csorgott a nyál a számból. Csorgott a nyál a számból, kókusztej, műzlibe áztatva, csak mondom, hogy én ide ma reggel libamájterin hoztam, mondom, együnk valami finomat, de hát azt tudom, hogy az nagyon szörnyű dolog. Egy elmentes övezet az nem is eszik ilyet soha. Imádnánk, hogyha ha most Gábor ebben a pillanatban valahol irgalmatlan tönne meg Gábor valami hentesnél, ilyen iszonyatos sült, zsíros cupákokat, hatalmas szelet fehér kenyérrel. Igen, valami sarki hentesnél ott, igen, áldogálva. Na jó van, akkor holnap, jó munkát! Benézek, jó van, jók legyetek, ezt bírjátok ki, már nem sok, és utána mehettek megint haza, pihenhettek a holnapi napra, mi akkor ketten rákészülünk. János, sajnos nem találkozunk holnapig, gondolom te is úgy sajnálod, mint én. Igen, most keresgélem is a szavakat, hogy ezt minél szemléletesen aláhúz. Akkor téged kedden látunk, és akkor a hallgatók meg 10 óra után figyeljék az adást, minden óra végén van egy-egy rövid kis beszélgetés Cvak Izabellával, illetve Sándorral, és akkor abból tessék az infókat fölírni, megnyerni az ajándékot, mert VIP tárlatvezetés van itten. Tessenek jönni, jó lesz.
tessenek. Hát ez most ez jutott. Meg Gaskóban le sem mond az M1-en. De mondd, ne mondd, ő még citrábakat is mond, megmondom őszintén. Igen. Igen, mert itt a múzeumban elkapott engem az 1800-as évek, jó? Jöjjön, kisztihand. Csókolom a kisztihandját, legyen kedves, tessen jönni ide most. Atya is. Csókolunk, vigyázz magadra. Maradj vállalható. Ciao. A legjobbakat jó uram. Nagy uram. Mi a helyzet, vezérem? Ja. Ezek. Miért van az, hogy még emberek a 21. században még mindig köszönnek, úgyhogy szia uram, meg szia nagy uram, hát, meg szia vezérem. A modorosságnak ez a nem is tudom milyen. Tehát, hogy végre. Szia nagy uram. A hidegráz. Hello vezérem. Mi a nagy harci helyzet? Mi a nagy harci helyzet, érted? Hát a haja végnek áll. Hello, nagy uram, mi a nagy harci helyzet? Valami komoly dugóba keveredtek, és aztán nem találtak mást a kesztyűtartóba, csak egy jókait. ez döbbenem. Mit parancsol, uram? De nem a pincér kérdezi, mert ott az rendben van. Hanem amikor egy barátod mellett, hogy uram... Miben segítettek, kérem aláson? Mi van? Nagy uram. Hello, 2013. Hello, nagy uram. Hát 2013 van, vezérem. Jó lenne nem ennyire Modor Mártonnak lenni. Na, Peti felkerült a YouTube legnézettebb linkjére, vagy listájára. Tényleg, ugye összeállították a hazai listát, hogy mit néztek a magyarok a legtöbbször 2013-ban. És Peti dala a 9. lett. Ennek nagyon örülünk. Nagyon örülünk neki, mert gyakorlatilag bármilyen összesítésben ott lenni az első 100-ban, 50-ben, az nagyon nagy megtiszteltetés, és ezért nagyon komoly mennyiségben készülnek különböző videoklipek. Sokkal jobb egyébként ez a hír, mint hogyha azt hallottuk volna, hogy a legféle sikerültebb arcplasztikák közé került volna be az arcam. Igen. Igen. Mit néztek a magyarok? Meg tudjuk azt nézni? Ez az a lista, amit a magyarok néztek? Mit néztek a magyarok? Fogadjuk, hogy Majka benne van. Első? Hát igen. A Magyarország kedvenc magyar nyelvű zenei videói között az első a Majka. Igen. De egyébként Magyarország kedvenc zenei YouTube videói között Avicii volt az első. Tehát Majka ott nem nyert. Uh-huh. De nem is nyerhetett. A Majka, igen. És Mohamed Fatima, Bialex, LL Junior, Majka Curtis és a Hősök, az enyém, ez lett a 10. De Petit nem látom. Kamuzott? Biztos benne van valahol. Igen. Figyelj, annyira öreg vagyok már. A világ kedvenc YouTube csatornán, YouTube Stardai 2013-ban senkit nem ismerek. Senkit. A Peti 9. lett, megmondom, Magyarország kedvenc YouTube videói 2013-ban. Itt külföldi és magyar lehetett összesen. Itt az első az Avicii, a második az Attraction, a negyedik a Harlem Shake, és Irigy Jónaim Irigy 8. és Polgár Peti 9. Akkor már lehet, hogy... a szexi úszónő dalával. Igen. A Szepesinik is történet. A Szepesinik is. Ez nagyon jó egyébként. Ezzel a trilógiával lett ő első vagy a harmadikkal? Szerintem a legelsővel. Valószínűleg a legelső lehetett. Az volt a legnépszerűbb, hallgatók is azt szeretik a legjobban. Ez már az a kategória, vagy nézési mennyiség, amikor már elé lehet bigyeszteni egy ilyen kis reklámot is, nem amit mintán pár másodpercen át is ugorhatnál. Én mindig azt szoktam csinálni, hogyha ismerősről van szó, vagy valami nagyon szimpatikus emberkéről, akkor az a fixa ideám, hogy ő kapni fog abból a pénzből, ami azután jár, hogy én megnéztem a reklámot. Ha például valami világsztárról van szó, akkor kattintok. Ott rohadjál meg rajtam, ne nyerészkedjél tőlem, aztán egy eurócentet csak kapsz. Én nem teszek az emberbe, te halljad viszont. Szemét, rohadt multimilliós. De hogyha Petiről van szó, akkor én például végignézném a reklámot is. Ja, hogy akkor kapjon? Igen. De hogy van az? Mikor kapjon? Nem, mert sok százezer kell, hát, nem, hogy kapjon. Igen, tehát igen. Az már szinte ilyen milliós letöltések kellenek, és akkor is azért nem túl, ebből nem lehet megélni. Nem, de azért valamennyi csörgedezik. Szerintem azért Majkának például már fizetnének. Hát valamit pár százezer forintot fizetek, ami nyilván nem kevés, de azért hosszú távon ebben nem lehet megélni. Nem, vezérem? Hogy gondolod? Na hát, nagy uram, nézze! Na jó van, 9:50 pontosan. Mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Jó, egy rövid reklám, és itt vagyunk mi is. 10 perc múlva pontosan, 10 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt. Sziasztok! A morningshow.hu van a fotópályázat, és ott lehet visszahallgatni a Gáborról a beszélgetést. Állandó vendégeink robot alatt, vendégeink Tóth Gábor, 10 óra után felkerül a hanganyag. Érdemes föllátogatni a morningshow.hu-ra, jó sok tartalom van, és ott vissza tudjátok hallgatni a beszélgetést, illetve Gábor előző megszólalásait is a múlt hétről, meg az előtti hetekről. Egy kiváló úriember Tóth Gábor, nagyságos úr. Így van, így jól mondod, vezérem. Nagy uram, hihetetlen, de milyen nagy harci helyzet most, nagy uram? Hívjuk a naphallgatóját, hogy mit csináljunk, vezérem? Elkeveredett a felöltőm a sifonérban.
Modormártonok vagyunk, igen. Van a modoros blog, nagyon szeretem egyébként. Mindenféle, van ilyen modoros blog, igen. És arról szól, hogy beadod Zsűr. Hello Csabi. Csabit szeretjük. Jó reggelt. A modoros blog lényege, hogy aki utálja a modoroskodást, az elolvashat különböző élethelyzetekben, hogy ki hogy tud modorozni, modorosan viselkedni, mint Tótéknál, a Karácsony, Horvátéknál, vendégség a 80-as évekből. És vannak nagyon... már modoros fesztiválok is? Hihetetlen, hogy milyen szófordulatokkal. Hát a Harley ez a modoros fesztivál. Modoros fesztivál. Igen. Hívjuk a naphallgatóján? Hívjuk. Foglal. A mindenit. Foglal. Még egyszer megpróbálod? Persze. Sietél menni már haza? Na, van, rohansz. Mert? Nagyon rohansz. Sütni egy kis bájglit. Sütni egy kis bájglit. Mi? Na. Morning show. Az bizony, jó reggelt. Hello. Hello, sziasztok. Szia. Hello, megérkezett a taps is. Hello, hogy hívnak? Mátó Tamás vagyok Szegedről, sziasztok! Tamás, hello, itt a műsor végén szóltál hozzá, lehet, hogy reggel ugye nem hallgatod. Igen, lemaradtam az elejére, úgyhogy csak a nap legjobb pillanataiban hallottam, igen. Azon a hozzászóltam. Hozzászóltál ugye ahhoz az ismeretlen eredetű jeltolmácshoz, aki egyelőre senki nem tudja, és a világsajtó azt találja, hogy hogy került Obama mellé, milyen nyelven mutogatott, miért volt őt, mit akart közölni, mit kommunikált. Senki nem tudja, 4 órán keresztül önszántából teljesen értelmezetlen jeleket mutogatott mindenkinek Mandela temetésén, és ezzel foglalkozik mindenki. Te egy rövid SMS-t írtál, de szellemes volt, azt mondtad, a mutogatós csávó Obama mellett a feka Jimmy Jump. Igen. A nagy berohanó ember. Hogy nevet rakta ő is. De hogy tetszett a saját poénod, igen, ez jó. De tényleg így van, hát Obama mellé bejutni úgy, hogy senki nem tudja, hogy ő ki, ez tényleg döbbenet. Hát ahhoz csak ő értene. Ahhoz csak Jimmy Jump tudja megoldani, igen. Küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Rendben, köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket helyileg? Szegedő. Szegeden hallgatsz minket, jól van. Boldog ünnepeket neked, köszi, hogy minket nektek hallgatsz. Nektek is, hello, sziasztok. Ciao, hello, hello. Most mondtam ki először. Kicsit korán, de most már kimondtam. Mit? Boldog ünnepet. Hát jó, hát van szentimentális hangulat. Na, annyit beszéltél a Bajgliról, látod? Igen, a Bajgliról. Csavikám, mi újság? Az van, hogy a Feri ugye kint van még mindig a Cvak Múzeumban. Ja, minden órában jelent, hogy éppen mit lát. És érdemes ezeket az anyagokat figyelni, hallgatni. Mert aztán az óra elején mi ezekből az elhangzott információkból visszakérdezünk majd a Pirossal, ugye Piross majd csak 3 után, és aki helyesen válaszol ezekre a kérdésekre, azok a szerencsés hallgatók közül minden órában valaki megnyerheti a 4 főre szóló VIP belépőt a múzeumba, illetőleg ajándékcsomagot is, úgyhogy érdemes a Feri szavait figyelni. Jó. Ez lesz, játék lesz, jó lesz, klassz lesz. Jó. És remek zenéid is lesznek, Csabi? És ráadásul beszéltetek Avicii-ről, ugye, hogy ő volt a legnézettebb, és hát a hallgatók is szeretik, úgyhogy hozom majd az újdonságát, a Hey Brother-t. Nagyon jó dal. Az egy nagyon jó dal. Igen. Még van most egy nagyon jó dal, amire nagyon így vagyok, hogy nálunk nem szól. Melyik az? Olá Gergő? Nem. Egy magyar diszkópáros csinálta, de ha megölsz, se fog beugrani a nevük, és rettenetesen jó hangulatot. Nácsi és Brunner? Nem. Biztos a Kőváréra gondolsz meg az így. Antonio. Vivaldi? Banderas? Ja, Istenem. Antonio. Bricklék, nem a Bricklék. Antonio featuring Bradley, az szól nálatok szerintem. Nem mindegy, nem, nem akartalak bajba keverni, csak ez egy nagyon jó dal, majd mindjárt megmutatom. Én aztán hallottam nálad. Az egy jó kis dal. Oké, Szabira mész. Megyek. Na mi van? Elmész egy kicsit pihenni? Ez ha, most a Jani, nem a nagyobb ura lesz, visszajövök a felén. Igen, ha már nagyon messze vagy Pesttől, és kicsit úgy elbizonyítanodtál, hogy már mit tudom én, Pest 100 km, Pest 150 km, ne ijedj meg. Még nem vagy külföldön. Jó? Tehát, hogy és 4 napra ráadásul még hétfőn se vagy, ugye? Hétfőn se. Hétfőn se. Messzire nem megyünk, mert mindig 2000-ért szoktunk tankolni. De jó, mert nálatok nem emelkednek a benzinárak, mert mindig 2000-ért tankolsz. Mindig nézem, és akkor így a fél tankig át, ugye 2000-ért tankolunk, és akkor ugye lefelezzük körülbelül azt a távolságot, amire eljuthatunk, és akkor, hogy vissza is érjünk. Fő a biztonság. És akkor, ha vadon család elindul, akkor most zajlik a kerekek szilikonozása, a ponyva leszedése. Hát megcsináltam. Leszilikonoztad? Nagyon kell. De erre a 60 kilométerre mindenképpen szilikonoz le az összes gumit. Anélkül én el nem indulnék valahova. Be van készítve a túlélőszertünk is.
Első nehogy esetleg doboz, baj legyen, persze, így van. GPS föltöltve, izzókészletben, angyosülésem minden rendben. Az összes bergrillisztrucunkat bekészítettem a csomagtartóba, úgyhogy nagy gond nem lehet. Hát nagy gond nem. Sőt, ha havat sem mondanak, semmit nem mondanak, úgyhogy a nagyon nagy dolgokra nem kell számítani. Most mennyire mentek el Pestről? 60-80? Talán egy 100-120? Mi óvatosan? Azért érted. Én nem vagyok egy Amundsen. Jó, csak óvatosan, nehogy aztán túlbeszélre jussatok és ne találjatok haza. Csabi jön a kívánságműsorra, holnap érkezik hozzánk Feri, úgyhogy kette leszünk, Jani egy kicsit pihen, megérdemelten egyébként. Jövünk holnap 6-kor Ferivel. Szevasztok! Sziasztok! Csau.